Na hát, üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok, szia Gábor! Jó reggelt, vagy hát jó estét, aki este hallgatja. Na, micsoda novum! Nekünk reggel van, úgyhogy reggel van, és kész. Ülj rendesen, Gábor, ne így fél oldal. Könnyebb beszélsztem, mint kiderült az előbb, már 3-4 órát biciklisztem, meg próbálunk felébredni Balázsral. Így van. Gábornak az lehet a baj, hogy letiltottuk az olajról, mert most annyi volt már az elmúlt időben, hogy letiltottuk, és megmondom, mennyi, nagyon kevés olaj lesz, mindjárt mondom, olvadunk, mint a vaj, a szerelem is napolaj. Na, ennyi olaj volt a mai adásunkban. Gáborral a lítium irányba fogunk. De lesz szerelem? Szerelem, az mindig volt. Szerelem. Lítium lesz, vagy szerelem? Szerelemmel, vagy milyen érzésekkel teli podcast van, ezt ti hozzátok. Na, itt van, rögtön érzésekkel kezdünk. Várjál, hát az egyik legfontosabb mondás a tőkepiacokon az ugye úgy hangzik, hogy hát nyugodtan ess szerelembe a barátnőddel, de sose a részvényeddel. Tehát na, az érzéseket jó, látod, Gábor, alá, zárd ki az érzéseket. A barátnődnél ne zárd ki az érzéseket, meg a feleségednél, de na, mindenhol máshol. Na, itt van, tessék, érzések. A múltkori adásban ugye az UTE elemzője volt itt, Horváth Ági, aki a MOL-nál is dolgozik egyben, és az ott a poll kérdésünk a Spotify-on. Mindenki menjen a Spotify-ra, itt nézzen minket, aztán a Spotify-on szavazzon. Az volt a kérdés, hogy hajrá, ez nem kérdés, hajrá, és első válasz csakarilák, második zöld sasok. És a zöld sasok 13%, a csakarilák 9%, és ebben az az elképesztő, hogy utána beraktam három rendes foci csapatot, a Barcelonát, a Real Madridot, meg a Man Unitedet, és ezekre együtt alig jött. Tehát többen hajrázzák a zöld sasokat, meg a lilákat, mint ezeket a rendes csapatokat, ezt én nem értem. Hát hogy ne értenéd, mert nem arról volt szó az adásban. Hát az Újpestről volt szó az adásban. Na jó, hát azért nem, az nem hiszem, hogy ennyire befolyásolhatók az hát emberek. Hát dehogy nem, ennyire befolyásolhatók az emberek. Meghívunk majd egy Barcelonát. De Charlie Munger nyert, hát ne hallgass. Így van, na, a messze legnépszerűbb az 18%-kal, mint a második legnépszerűbb. Na ne szórakozzatok, nagyon jó, helyes, mert ilyen hülyeséget, hogy szurkolni egy foci csapatnak. De és a nyertes, ne, ez a My Kind of Boat, Charlie Munger. Hajrá, Charlie Munger, 46%. Torony hát a Charlie Munger megverte a Barcelonát. Hát az hogy lehet? Melyiket nézek többen? De ez nem egy piaci rés, hogy egyébként az AI az lefordít titeket angolra, kitesz mondjuk így a Premier League szurkolótábora elé és Angliába, és akkor talán ez is felmehet, ahogy a nézettség hát is. Hát tudnád, mekkora munka megy már ezen. Már megcsináltuk ezt. Már megcsináltuk angolra. És úgy döntöttünk, hogy még nem annyira jó. Egyébként nem nagyon rossz, tehát hogy lehet érteni, amit mondunk, kicsit furcsa az angolsága, én akcentust is rátesz. És, szóval akkor ez már itt van, ez egy létező dolog. Ez egy létező dolog, már elkezdtünk adásokat fordítgatni. De létező. Még nem olyan jó, hogy betörjünk az amerikai piacra. De mielőtt továbbmész, azért én ex-újpesti vízilabdásként, így azért hagyd mondjam el, hogy egy kicsit fáj a szívem az eredményt látva, és hát egy kicsit védelem kell a MOL-t is, mert bár azért ugye sok szempontból megkérdőjelezhető az irány, egy kicsit reflektálva ugye a múlt heti beszélgetésetekre, de azért így arról nem esett szó múlt héten, hogy ez hány forint per részvény ez az Újpesti Futballklub, ezt nem tudom, hogy kiszámoltátok el. Nem számoltuk ki, nem. Na, most ugye az van, hogy a játékosok értéke az körülbelül 3 forint per MOL részvény, és egyébként nem sokkal több van a klubban, mint a játékosok, mert a stadion állítólag nem az övéké. És összességében ugye, amikor egy pár éve már rebesgették, hogy eladnák 10-20 millió euróért a belgák az Újpestet, akkor ha mondjuk a 20 millió euróval számolunk, akkor az 10 forint per MOL részvény. És mint tudjuk ugye, a MOL jövője az nem a toronyházban, hanem ugye a parlamentben, Közel-Keleten, illetve ugye Ági mesélte, hogy egyre inkább Brüsszelben is, Brüsszelben dől el. Azért nem mindegy, hogy a parlamentben hogy tekintenek a MOL-ra egy-egy döntésnél, és hogy pár forintot odaadni részvényenként, az lehet, hogy egyébként más vonalakon kifizetődik. Na hát én pont ezt mondtam. Hú, hát figyeljetek, ha már ilyen világban élünk, akkor... Jaj, Balázs! Nem tudom, hol éltél az elmúlt 10 évben. Jó, de hogy ne fogadjuk ezt így el, na. Értem, hogy csak 10 forint. Most itt nem rólunk van szó, hanem hogy a MOL vezetése elfogadja. Egyébként annyi, hogy amikor én 18 évesen felkerültem Budapestre, akkor én a Sziget és a Corvinus között ingáztam, délelőtte este mentem a Szigetre, vízilabdaedzésre az Újpesthez, közte mentem be az egyetemre ugye, tanulni, és hát most ugye megnézzük az internetet, akkor mind a kettő élén Hernádi úr áll, úgyhogy
amúgy ilyen szempontból az Apple el. Sem vesz foci csapatot, pedig neki kevesebb, mint egy cent per részvény lenne a 190 dolláros részvényárában, és mégse vesz egy darabot és sem. És lehet, hogy nem az Újpest, hanem milyen a Barcelona. Milyen könnyen tudna az Apple foci csapatokat venni? Ú, és hányat tudna venni? Egy egész ligát tudna venni. Na, és akkor megnézem, 3000 forint egy MOL részvény, tehát ezt a pár forintot úgy kell. Ja, igen. Úgy kell. Azt alapnak vettük azt a tudást. Azt hogy mindenki tudja, mondjuk én sem tudtam, de rajtam kívül. Az fura is, az is volt, nem tudtad mennyi MOL. Mert nem érdekel a MOL részvény, mert fotball csapatokat vesz, érted? Na jó, de egy körülbelül. OTP tudod mennyi körülbelül? 10 000. 17 000. Na. Telekom? Na, Telekom mennyi? Arra majd később délünk rá, azt tudom, hogy a kurva. Mikor zárod a sortodat, a Telekom sortodat? Most zártam. Vettél? Vettem. Nem mondhatom most is. Már az történt, hogy Cser Tomi azt mondta, hogy a Magyar Telekomnak úgy javulnak a fundamentum, hogy most jelentett is, hogy ő még vett is vissza azokból, amit eladott. Tehát egy kis rész. Hát és mondom, és mondta, hogy ilyen nagyon ritkán történik, és mondom, hát... És volt a lúzer, aki ugye... Én a lúzer, azt mondom, hát kell akkor valami. Visszamenekült. Ú, kellett valami indok. Kereste az indokot. De hát... Fél, hogy lemarad a jól, és akkor kereste az indokot. Hát mindig ezt csinálom, hogy keresem a buy szignálokat. Na hát ennél erősebb buy szignál szerintem kevés van. Csert, ami vesz, az a legerősebb buy szignál. Bizonyos szempontból. Emelkedő trendben. Fundamentális szempontból. Na jó, de hát ez egy emelkedő trendbe vett bele, tehát nem az, hogy a zuhanó részvényeitek. Nem, ez egyébként tényleg elképesztő, mert azért a mi stratégiánkra az jellemző, hogy amikor egy cég meglódul fölfelé, és ugye közelíti a fair value-ját, akkor mi szépen szakaszosan lépítjük le a pozíciót, és szállunk ki. Hát a Zsolt az nem a mi a ilyen értelme. Hát nem a Zsolt, de ugye most a Csertomi is vett az alapján a Magyar Telekom részvényt. Ez ugye azt jelzi, hogy gyakorlatilag lehagyja a fundamentális változás, amit el tudunk hinni, és a várakozásbeli változás az árfolyamot. Olyan, mint a Nvidia, hogy a hiába rohan fel az árfolyam, a profitja jobban szalad föl. Tehát, hogy a Nvidia egyenlő olcsóbb lett ebben a nagy raliban. Bizonyos szempontból. Hát, na. Igen, tehát hogyha a rövid távú profitot vetített ki. Na, de figyeljetek, hát de tessék. Itt egy versenytársunk. Mondjuk a nevét, vagy nem mondjuk a nevét. Mondhatjuk a nevét. Nem tudom, miről lesz. Találják ki a hallgatók. Jó van, itt egy versenytársunk. Egyszerűen kiraktak egy olyan hirdetést, hogy alapot adunk a befektetéseidnek, és kirakták a tavalyi egyéves hozamaikat. Értitek? Kiraktak négy alapot, és kirakták, hogy mennyi a hozam, a 18, 21, 24, 26 százalék. Na most én itt szerintem hívjuk fel a marketingeseiket, és mondjuk el nekik, hogy csak az 5 éves hozam számít. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy végre találtam barátokat, mert ti nem tudjátok, látok, hogy az 5 éves hozam, az 5 darab 1 éves hozam. Én szerintem. Tehát én ezt mindig ezt kell magyaráznom. És azért mondogatom én a 2 havi hozamaimat is, mert az 1 éves hozam meg 6 darab 2 havi hozam. Na, és na, szóval végre találtam lelki társakat, viszont szóval ismerem ott a segéd CEO-t, az al CEO-t, és visszaküldtem neki ezt a reklámot, úgyhogy ráírtam az Orion, az Expedition, meg a Holdbit alaphozamát. Erre az ott a válasz. És mit szóltak? Örültek? Szerétség, mert azt mondta, hogy de ezeken van sikerdíj. És akkor már is ugye a miénkből számolgat. És akkor mi van, még úgyis sokkal magasabbak. Hogy mi? Ez sajnos nem olyan jó érve az ő részben. Miért? Hát a miénkből, akkor ha miénkből le kéne vonni a sikerdíjat, és úgy kéne ezeket. Akkor is nagy maradnak. Hát, de hát sokat kell, azért 6%-ot szerintem. Hát kettő plusz, ki. De a kettőt nem szabadjunk, azt is mondjuk, vegyük mondjuk, hogy 35%, igen? Ami mondjuk az alapjaink 20%. Tavaly hozamainak átlaga. 4-5%-ot okay. Kellett levonni. 14% a helyes korrekt. Igen, azt mondom, 20% felülteljesítés, igen, annak a 20%-a 4%, és a fix díjat nem vonjuk le? Hát a fix díjat mindketten levontuk. Ők is levonták, meg mi is. Jó, igen, akkor csak 4%. Akkor 4%, jó. Akkor... Hát és akkor mennyi különbség? Akkor miénk, tehát akkor az övék legmagasabb 26%, a miénk meg 30, 31, 33 levonva. Szóval azért akkor még újra elküldöm. Küld el még egyszer. Még egyszer elküldöm. Segítünk érvekkel téged, hogyha itt számolni kell, akkor csak szóljál, és akkor segítünk, jövünk. Update-telem a számokat. Na. Egyébként én láttam meg, és mentem oda hozzád, hogy van ott egy másik csúcs, amin áll egy férfi, és az magasabban van, mint a többi csúcs, és írd már oda, hogy az Balázs Zsolt és a Beat alap, vagy az Expedíció, vagy az Orion. Szóval szólunk a versenytársaknak, egyszerűsítsünk, ne merjenek reklámozni a hozamaikkal, mert jön Zsolt, és mindenkinek elküldje a Holdbit alaphozamát. Az van, hogy most le lehetne baszni őket ezért, de nem lehet, Zsolt, mert te itt vagy, és minden héten elmondod nem az 1 éves hozamodat, hanem a 2 naposat. Most jön a java? Ez a baj, ezzel gondolkoztam, hogy ó, be kéne szólni akkor a versenytársaknak, hogyha ők 1 éves hozzal mit képzelnek, és akkor tudod, arra gondolok, hogy és mi csinálunk, és te jó Isten, mint a podcastban minden héten, érted? Sőt, idén
9%-a hozzám a Holdbit alapítványnak, ami teljesen szakmaiatlan lenne évesíteni. Ha véletlenül nem vágnánk ki, akkor ezt így... Teljesen szakmaiatlan lenne évesíteni, de ha véletlenül, és ezt nem is évesítjük, de ha évesítenénk, akkor ez ilyen 50-60%. Úgyhogy innentől kezdve a tavalyi 35%-omat idén kudarcnak élném meg, gyerekek. Tehát az van, hogyha idén is 35% az hozzám, én sírva írom meg az évvégi cikket már megint. Akkor Zsolt, most egy kis, ebbe próbálj nem beleszólni. A szerelem, napolaj. Na, tehát, hogy azért ez roppant gáz. Először is ugye nekünk egyfajta, tehát ténylegesen küldetésként fogjuk fel azt, hogy a magyar társadalomnak a megtakarításai az ne olyan rossz módon legyenek befektetve, mint ahogy most, hanem sokkal optimálisan legyenek befektetve. A befektetési döntések ugye sokkal hosszabb időtávot, jobb mérlegelést latba véve szülessenek meg, és akkor itt van ez a podcast, ami egyébként valóban segít edukálni a népet, teszünk is érte, ne zavarjuk össze a fejekben a szórakoztatással. Senkit ne zavarjunk össze a szórakoztatással, amit aztán szívesen hallgatja a podcastet, mert mi lesz itt akkor? Az 50-60%-ot neki törölje ki a fejéből, azért nem létező hozam. Zsolt álmai. Nagyon leegyszerűsítve egyébként, hogy egy kicsit megvédve a versenytársainkat, és magunkat is szerintem egyébként ki lehet állni a nagyvilág elé, és lehet reklámozni az egyéves hozamot is, hogyha egyébként mellé el tudod mondani azt, hogy 3 és 5 éve is igazán jó hozamot tudtál elérni. Az a stratégia, hogy mindig valaki az aktuális év elején megveszi az előző év legjobban teljesítő alapját, az tudja, az a gazdasági game over a megtakarítások területén. Amúgy szerintem nem kéne egy éves hozamokat reklámozni, de én vagyok a leghiteltelenebb, mert a saját kollégámat nem bírom megregulázni, hogy beszéljen értelmesen ezekről a dolgokról. Gyerekek, úgyhogy... ez a specialista generalista, tehát így szűken nézve teljesen igazatok van. Viszont hogyha a generalista ránéz és azt nézi, hogy így hányal több embert edukálunk azért, mert ez egy sokkal érdekesebb műsor, mint ilyen fapöcsűség menne, amit ti szeretnétek, ezért aztán mennyivel többen nézik, mennyivel többekhez jut el bármi, amit mondunk, és akkor már is az van, hogy generálisan, így által, ez egy sokkal jobb út, mint a ti fatökű utatok. Na, tessék, itt volt egy kis technikai szünetünk, mert Balázs ingatlan befektető, kvázi, és hívták, hogy beázott a befektetett ingatlan. Balázs, mondjál valamit, hogy senki ne fektessen ingatlanba. Hát tényleg szörnyű. Meg kellett szakítani a podcastot, mert megjött a visszerelő a beázott ingatlanunkba. És ráadásul... Ilyen dolog ingatlant kiadni. Ez ekkora szopó. És távolból intézni a biztosítást, meg a visszerelőt. Fú. Részvényekkel ilyen nincs. Mi van a részvényekkel, Gábor? Beázni nem lehet csak elázni, de... Beázni nem lehet csak elázni, itt van, hoztuk Gábort, hogy eligazítson minket a befektetések világában. Na, és... Na, mi jön? Mi a téma? Mi jön? Na, most jön egy kis passzív-aktív, mert az történt, hogy a Viktorra ugye beszélgettünk erről a passzív-aktívról, de aztán egyszer csak Botont küldött nekünk egy podcastet, ahol Ritholtz beszélget valami value, amerikai value befektető. Hát ez a Masters in Business, igen. Igen. Híres podcast. Nagyon haj ez arra, ahogy mi is gondolkozunk a dolgokról, hogy sokszor van valaki, aki fundamentálisan gondolkodik. Igen. Na, és akkor abból idézek néhány ízét, és néhány ilyen gondolatot, és azt megbeszéljük. Találtunk egy barátot, egy testvért Amerikában. Amerikában. De és az üzenet, hogy egyre kevesebben vagyunk, az üzenete. Igen. Na, tessék, itt van, azt megkérdezted vele Ritholtz, hogy miben más ez a value investment, mint 20-30 évvel ezelőtt, és akkor mondta, hogy hát egész más, mert amikor mi kezdtük, akkor azt mondták az emberek neki, hogy minek még egy hedge fund? Hát millió ember keresi a value-t, szarrá van elemezve minden, mit akartok itt, fiúk? És azt mondja, most arra ez teljesen megváltozott, elfogytok. Van szegmens, azt mondja, az amerikai részvénypiacon, mondjuk a Russell 5000, azt hiszem, ilyenről beszéltek, amiből 3000 részvényt, már senki nem elemzi. És csak akkor veszik észre azokat a cégeket, ha épp felvásárolja valaki, mert akkor azt megértik. Például, bármikor szálljatok rá, mondok ebből ízébb, és akkor ezt szóljatok hozzá, ami ez akartok. Jó. És a nevét akkor... mondd el az úriember. Nem tudom a nevét. David Einhorn. És akkor mondja, hogy persze így a value vásárlók fogynak. És azt mondja, hogy ennek az a következménye, hogy nem szabad, ahogy régen, egyrészt 10-es péperen vásárolni, csak 4-5-ös péperen, ez az egyik következménye. Másrészt, hogy nem szabad arra számítania, hogy megveszel valamit,
tízes paperen, és majd jön a többi value befektető, aki kicsit később vesz észre, és majd fölhúzza, mert nem jön. Mert nem jön. És ezért arra kell kötelekedni, és pont erről beszéltünk mi is, hogy meg kell venni olcsón, és csak olyat szabad venni, ami kifizet. Kifizeti a tulajdonos. Sőt, ugye azt is mondja, és ez egy fontos, hogy nem elég az sem, hogyha kijönnek a jó hírek, amik alátámasztják, hogy igenis megtörtént az a turnaround story, újra profitábilis a vállalat, újra vissza lett állítva a rendes pályára, mert egyébként a figyelem hiánya, az elemzők hiánya, az eldugottság, radar alattisága miatt ez nem elég, és nem jön az ár felszínre. És azt mondja erre, azt mondja, hogy ugye, hogy az a frusztrációja, hogy bemegy a munkahelyére, látja, hogy pozitív news flow van a longjain, a vett részvényein, negatív news flow van a shortjain, tehát a drága cégeken, tehát rohadtul örül, hogy most akkor azt keresni fog, majd azt látja, hogy valóban, amikor jelent a cég, akkor egy napig úgy reagál, ahogy kell, mert akkor észrevették, hogy hoppá, ez egy olcsó cég, majd a következő 90 napban, amíg eltelik egy negyed év alatt, folyamatosan erodálódik. Miért? Mert fogynak el a value befektetők, mert folyamatosan vonják ki tőlük a pénzt, el kell adniuk a value részvényeket, és azt mondja, hogy egy frusztráció az élete, amíg rá nem jött erre az egészre, és ezért most már olcsón vesz olyan céget, amik kifizetnek. Nem, az a durva, hogy mekkora a hasonlóság, hogy mint ebben a Zsidai Viktor ült itt, és akkor pont erről beszéltem én is, hogy olyat kell választani, ami még ki is fizeti, mert az árfolyamban nem lehet bízni. És utána Botont küldte ezt a podcastot, és hogy ez a csávó pont tök ugyanerről beszél, csak ő Amerikába fektet be nyilván, tehát ő Amerikába keres valószínűleg, nem large cap, tehát nem az Apple-be fektet meg a Microsoft-be, ugye nem pont, hogy kis cégeket keres. És az is durva, hogy azt mondja, hogy talál 4-5-ös paperen cégeket. Meg kell nézni a portfólióját, hogy mi van benne. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon érdekes. És akkor van még egy, amitől igazán a barátomnak éreztem, egy ilyen félmondata, ami talán nem a lényeg, amiről beszél, de nagyon, nagyon idevág, hogy mondja, hogy mert a value-nak az ellentéte nem a growth, hanem az anti-value. És akkor azt kifejtem, hogy ez mit jelent. Ez pont így gondolom én is, és annyira idegesít. A világban van ez az egyszerűsítés, most ez a befektetői világban van, hallgatók azért nem ezzel kellnek fekszenek, hogy a befektetői, tehát a részvény univerzumot azt mindig úgy osztják föl, hogy vannak a value típusú befektetések, meg a growth típusú befektetések. És gyakorlatilag két részre bontják teljesen a világot. És akkor azt mondják, hogy a growth az, ami nem tudom, hogyha a várt növekedése a következő 3 évben átlagosan, nem tudom, nagyobb, mint 5 vagy 10%, akkor az growth-nak számít, value-nak számít, és akkor mutató számokat, hogyha a price per book value mutató, vagy a PPR-en mutató, nem tudom, ennél valami annál kevesebb, akkor az meg value. Na de hogy ez egy hülyeség, mert nem ezt hívjuk, mi nem ezt értjük value-nak, mi nem azt hívjuk value befektetésnek, ami ezeknek megfelel. A szemlélet a lényeg, és tényleg tök ugyanazt mondja, mint mi. Barátkoznunk kell vele. Mert azt mondja, hogy csak ennyit mond, hogy ugye az a value, lehet a growth, amit a definíció szerint az előbb growth-nak mondunk, az is lehet value befektetés, ha az olcsó ahhoz mérten, amilyen a növekedés. Mint ahogy mondjuk én is vettem a Hold Expedíció alapba tavaly meta részvény, pedig az minden mutató szerint egy gross részvény. De hát amikor $90 az árfolyama, akkor ez egy value részvény. Amikor meg $480 az árfolyama, akkor meg nem egy value részvény. Tehát, hogy így kell nézni. Value az egy szemlélet, és simán lehet növekedési papírokat, meg stagnáló bevételen közül papírokat is venni. Tök mindegy. A value az segít, az egy mankó, az segít neked abba, hogy tudj az elveid szerint befektetni. Teljesen egyetértek. Valójában úgy hangzana a helyes bontás, hogy vannak a növekedési pályán lévő új iparágak és azok cégei, illetve a hagyományos, régi gazdaság már penetrált piacokkal rendelkező érett szereplői, és akkor az egyiknek tud nőni a jövedelme, jövedelemtermelő képessége, a másiknak nem. De igen, hogy ugye elhangzott, amikor te vetted a Metát, ugye, és a Facebook, nem tudom, a mai árfolyam hanyadán volt a ötödén. Akkor ugye ilyen szlogeneket mondtunk itt az alapkezelőn belül, hogy the growth is the new value. Egy kicsit átkötve ezt, és egyébként én mondok neked... Mindenre van egy mondás! Én mondok neked egy másik példát, ami, ez egy ilyen szakma. Ami nem a tavaly ősz, vagyis már tavaly előtt ősz, hanem a jelen. Ugye van itt egy olyan trend a világban, ami megkérdőjelezhetetlenül tör előre, ugye ez a klímavédelmi törekvések hátán menő energia átállás,
ami arról szól, hogy rengeteg, akár megújuló erőművel, akár akkumulátorra, bármivel kell teleszórni a világot elektromos autókkal. Ez mi? Ez ugye egy gross story, egyértelműen, mint több autó lesz, több lítiumot kell bányászni, több akkumulátor lesz. Ez a szegmens, ez gyakorlatilag most úgy járt, mint 2022-ben a technology szegmens, hát le lett ötödölve az árfolyama. Konkrétan van olyan Clean Energy Index, aminek 80%-ot esett a tetejéről az értéke. Value szemüveggel roppant érdekes. Nem az egész, de vannak szövetei. Két éve egy marha drága grossz papír volt, és ez az egész grossz, biznisz, igen. most meg, és veszünk is. Tehát, hogy szélerőművet nem tudtunk volna venni két éve, mert drága volt, grossz papír volt, most is grossz papír, most meg olcsó, úgyhogy van is a portfóliumban. Igen. Visszamegyünk még erre. Mondja, hogy például a fundamentálisan broken a piacok, össze vannak törve, és ugye az a baj, mint Charlie Mungeréknek is volt, hogy géppénz van, azt mondja, algoritmikus pénz van. Nem érdekli ezeket az érték, csak az ár. Mennyi lesz 15 perc múlva, vagy egy óra múlva. És ezek nem az értékről alakított vélemények, ezek az árról alakított vélemények, mert a passzív investorok, azoknak az értékről nincs véleményük. És feltételezik, hogy mindenki más elvégzi ezt a munkát. Bocsánat, hogy itt szerintem keveredtek dolgok, tehát ugye a passzív, az egy legtöbbször hosszú távú befektető, csak ugye ő nem trédel. Ő neki lett pénze, megvette a passzív ETF-et, mondjuk S&P 500 indexben, örökké ott ül. Ő ugye nem fogja segíteni azt, hogy az érték az kiválasztódjon, és a olcsó részvénynek menjen fel az árfolyama. Az algoritmus sem fogja, mert az algoritmus az valóban az a nagy papírokba pörög 15 perces csárton, tehát megint csak más csinál. Egyedül maradtunk, kipusztulás szélén lévő állatfaj vagyunk. És viszont azt hiszük, hogy ettől jó lesz. Ugye ez, amit akkor is elmondtam, tehát amíg a folyamat tart, hogy kopik-e, addig szívunk, most már kevésbé szívunk ez egyébként valamiért, igen. Tehát amíg tart a folyamat, addig szívunk, de a végén, ha mi maradunk talpon, akkor mondatok kezdve mi fújjuk a passzát. Én is egyébként, amit írt, tehát a másik megélés miért a legjobb barátunk, hogy még a évek is timmeltek, hogy így mondta, hogy 2015 és 19 között szívott ő, és egyébként szerintem relatíva a holdalapkezelő is akkor teljesített inkább rosszul, és utána pedig inkább jól. 17-19, igen, most kicsit. Igen, nem 5 évig teljesítettünk rosszul, de hogy én nekem is, amikor a alapom elindult, ez 18-ban volt, akkor az elején teljesítettem rosszul, és ugyanez volt az érzésem, amit leírt, tényleg teljesen ugyanez, hogy hiába elemzel, hiába nézed, sosincs igazad, mert a kis papírt senki nem érdekli, mindenki a nagy papírba pörög, mindenki a Apple-t veszi, meg most akkor az Nvidia-t, mindig meg volt az aktuális sztár, régen nem az Nvidia volt, de a lényeg ugyanez, hogy mindig valami nagy papírba pörög mindenki. Na, ehhez van mondata, mert ugye a value az miről szól, a mean reversionről. Tehát arról, hogy valami olcsó lett, akkor az elmúlik az olcsósága, magyarul visszamegy egy kicsit átlag értékeltségre, és ha valami drága lett, akkor az is visszamegy. Tehát erről szól a value befektetés, a mean reversionről, hogy minden visszatér az átlaghoz. És azt mondja, hogy onnantól kezdve, hogy az aktívakból megy a passzívakba a pénz, hogy a value-ból megy a gross felé a pénz, nem mean reversion van, hanem diversion van. Innentől kezdve annyira megváltozott a piac, hogy ha jól akarsz teljesíteni, akkor az overvalued kell, tehát már a túlértékeltet kell, hiszen nem mind reversion van, hanem diversion van. Tehát ami egy kicsit túlértékelt, az azt fogja jelenteni, hogy elkezd egyre túlértékebb lenni, emiatt a pénzáron miatt. Na, ez is jól harmonizál azzal, amit te mondtál. Igen. Egyébként az jut eszembe, hogy ugye mi a mozgatórugója, mi az üzemanyag ebben a trendben, ami most már azért egy jó 15 éve zajlik, és ami valahogy onnan indult, ugye, hogy az értékesített ETF-eknek talán a 20%-a volt passzív, és 80%-a aktív, és most már ugye több az értékesített, meg az állomány is a passzív ETF-ekben. Ha belegondoltok azt, hogy kicsit visszautalva, hogy mit ugye mindenki abból él a világon, hogy valamilyen terméket, szolgáltatást elad. A BlackRock azért lett a világ legnagyobb alapkezelője, vagy egyik legnagyobb alapkezelője, mert legyártotta azt a terméksort, azt a rengeteg alapot, amit olcsón, szexin, jó sztorival oda tudja tenni az emberek, az a megtakarítók asztalára, és azok megveszik. A BlackRock nem azért indított kriptó alapot, mert ő aztán baromira kriptóba bármilyen állást foglalna, hanem azért a parasztok szeretnék. Azért. Hanem azért, mert pénzt akar keresni azon, hogy más ember a pénzét, vagy hát a bőrét viszi vására. A BlackRocknak aztán totál mindegy, hogy a Bitcoin merre megy, ő szépen lecsárdzsolja a saját kis szeletét. És akkor visszautalok oda, hogy egyébként meg eladás szempontból, most akkor
Melyiket vennéd meg, Balázs, a fantasztikus AI technológiáért küzdő Nvidia-t, ami megváltoztatja a jövőt és végtelen termelés vagy termelékenység javulást hoz a világnak, vagy egyébként azt a szénbányát, aki egyébként döglődik, 10 év múlva amúgy is becsuk, és olyan nagyon sokat nem is tud már attól többet keresni. Mennyire adják, attól na jó, hogy erre álljunk meg egy picit. Mindenki bekaphatja a rovatunk, egy kis beszúrás, Bitcoin 59 000, mindenki bekaphatja. Még egy ilyen hét, mint ez a mostani, amiben csak 2,5 nap telt el, akkor úgy all-time high-on van. Na, folytasd. Hozd el a Magyar Telekom árfolyamába. Miért? Mert akkor már nem néz ki olyan jól. Ez igaz. De a Magyar Telekom árfolyamába elosztva semmi nem néz ki olyan jól. Mindig az emelkedőkkel. Nem szabad berakni a nevezőbe az emelkedőket. Hát, ha 10 éves távon nézzük a Bitcoin per Telekomot, akkor azért nem néz ki hozzám számít, Gábor. Na, de kicsit visszakanyarodva oda, mert ugye van még egy aspektus itt, hogy tehát azt már megértjük, hogy miért mennek előre a passzív alapok. Ja, egy fontos dolog, hogy olcsó, mert ugye rá lehet sütni a bélyeget az aktív alapkezelőkre, hogy hát mekkora díjat elkérnek, és nem is tudják megverni az indexeket, hát akkor miért ne adjuk oda 20 bázispontért, 50 bázispontért, nem tudom milyen China ETF-et, meg a AI ETF-et a népnek végtelen mennyiségben. Tehát ugye valamennyire ezeknek a sikere az aktív alapkezelők többségének a kudarcából fakad. Viszont, ha belegondolunk az, hogy nem tudom hány nemzet, vagy kihalt egy, vagy hát gyakorlatilag most már, ahogy telik az idő, 10-20 év, ugye még többről beszélt. Erről beszélgettünk. Kezd kihalni ez a nemzedék. Ismert bárki Warren Buffetten kívül híres value befektető? Tehát ugye, hogy... Tehát van-e híres value befektető, aki mondjuk annyi idős, mint te Balázs, vagy Zsolt? Azt mondta, a Pálfi Zoli... Jó, azért, ha van ilyen Amerikában, akkor nem biztos, hogy ismerjük. Én ismerek kettőt, egyébként itt ülnek az irodánkban. De... Nálunk? Hát az mindenki híres, persze. Na, de... Ez a magyar szinten világhírű, vagy igen, csak igen, igen, igen. A magyar ugaron. Igen. Na, figyelj, mehetünk a durva New Energy témádban, még kivégeztem a bőrét. Nem menjünk tovább, maradjunk még itt egy kicsit. És, mert tényleg hogy és a Pálfi Zoli példáját akartam mondani, Pálfi Zoli itt dolgozott nálunk. Amikor én idejöttem, együtt jöttünk, és elkezdte elemzőként, ő egy év után kiment Londonba, azóta is a Fidelity-nél dolgozik, és ott fund manager. És a Pálfi Zolival jobban vagyunk, és ő minden évben hazalátogat ugye egy kicsit, és akkor ebédelünk együtt így közösen. És hát mi azt éreztük, hogy a Zoli, tehát a legutolsó ebédnél már az volt, hogy csak a gross részvény. Mondjuk 5 évvel ezelőtt mondjuk 2/3 gross részvény, 1/3 value. Tehát, hogy Gábor, várj, ne haragítsunk magunkra minden versenytársat. De várjál, nem. Azt akarom mondani, hogy... Még a Fidelity is írogat majd e-maileket. Nem, ott akarok kiukadni, hogy konkrétan, de ezt ki is mondta a Zoli, hogy ahhoz, hogy ő túléljen Londonban a Canary Wharfon, mint alapkezelő, az elmúlt 10-15 évben ahhoz csak úgy lehetett, hogyha gross részvényekbe fektettél. Egyébként meg az olyan alapkezelők, akik, vagy kollégák, akik a value-ban hittek, azok már nem dolgoznak ott. Mondtad neki a tavalyi hozamomat? És még egy, tehát hogy ugye mi abból élünk, hogy a piacon... Várj, az a baj, igazából igen, tehát hogy még a Gábor jó, mint a tiéd, akkor miért nem a sajátját... Mondtad neki a tavalyi hozamodat, Gábor? Tudod, a sajátjáról is beszélhetünk, szóval jobb, mint a tiéd. Mi van ezzel? Hogy nem az enyémről beszélgetnek? Szeretném egy kicsit a mérsékletesség és a szerénységet képviselni a podcastban, mert úgy érzem, ez némi hiányt szenved itt, de a lényeg, hogy ugye mi abból élünk, hogy a piacokon félreárazásokat fedezünk fel. Egy olyan piacon egyébként, ami megy ebbe a szétszakadás irányába, és egyébként kihalnak azok az emberek, akik szintén keresik és próbálják helyre tenni ezeket a félreárazásokat, egy ilyen piacon napról napra, évről évre, ha ez a trend folytatódik, több gólhelyzetnek kell születnie, egyre több félreárazásnak kell születnie. És egyébként olyan szempontból mi azért nem látjuk ennyire katasztrofálisnak a helyzetet, mint ugye a David Einhorn, mert azért, hogyha itt ugye mi is egy radar alatti elfeledett figyelem fókuszában nem lévő területen mozgunk igen sokat, ez itt ugye Közép-Kelet-Európa, ténylegesen elfeledett része a világnak, nem is éri meg odafigyelni erre sok szempontból, Londonból, New Yorkból, sem elemzői, sem portfóliókezelői oldalról, de azért itt elmondhatjuk azt, hogy nekünk nem kell itt mindig megvárni azt, hogy felvásárolják az adott céget, hanem igenis helyre rázódnak. Tehát azért, ha most megnézzük, hogy milyen részvények voltak 5-10 évvel ezelőtt a portfólióban, és milyenek vannak most, és azok, akik nincsenek most, azok miért nincsenek, azok azért vannak, mert szépen
Megdrágultak. Megdrágultak, igen, igen. Fölment az áruk. Igen, és a másik, hogy most volt ugye nemrég, ugye időnként leülünk, és így minden elemző, minden portfóliókezelő összerak egy ilyen scoring, egy Excel fájlt, amiben... Én nem. Mert te nem vagy elemző. Igen, tehát így egyébként várjuk, hogy te is valami. Én mindig elhatárolódom, mert már az a bajotok, hogy akartam, jaj, szemét úgy csinálsz, mint ha itt dolgoznál. De én akartam is írni neked, hogy Zsoltán elfelejtetted beletölteni a te általad elemzett cégeket. De ha beletöltöm, akkor meg az a bajotok. Nem, hát Zsolt semmi bajot, és ott nem elemez cégeket. Világos, nem van. De hát ő podcastot csinál, ahol mi ugye elmondhatjuk, hogy mit elemzünk. Meg hozamot, Gábor, meg... nem tudom, ha bemondtuk. Ne, jó, tovább. Na, tehát hogy, de most ezek kirázol itt a gondolatmenetemből. Tehát összeraktuk ezt a listát, fél évről összerakjuk ezt a listát, és akkor olyankor megnyugszunk, mert ugye ott van, hogy nem tudom, 1-100 részfény van általában azon a szűkebb radaron, ahol már, ami már vagy befektetve, vagy elemezve, vagy befektetés szélén táncolva érdekes számunkra. És egyébként azt láttuk, hogy mondjuk a top 50-nek az átlagos upside-ja az egy 40-50%. Tehát, hogy van keresni való, és amikor besétált ide a múltkor valaki, hogy hát itt vagyunk 2024 elején, és egyik befektető társunk jött be, egy külsős alapot kezel, 2024 elején vagyunk, rengeteget mentek a piacok, és hogy most ez nem olyan könnyű helyzet, mint egyébként volt, amikor a Covid, a háború, a nem tudom mi pánik okozta, egyértelműbb helyzetek voltak, és akkor azt mondtam neki, figyelj, tudod, miben hiszek? Abba, hogy itt van, nem tudom én, 40-50 olyan részvény, amiben van 40-50% upside. És ez az elmúlt 15 évben mindig is kitermelte azt a többlethozamot, amivel egyébként így kvázi alacsonyabb kockázattal tudtunk jó hozzá. Na most akkor ide köcsögösködök, mert ugye most utólag mit hallunk, hogy a Covidban milyen könnyű volt, minden olcsó volt. De az meg a Covidban csak én mondtam, hogy most itt kurvára részvényt kell venni, egy jó darab is csak én mondtam. Mert ettől nagyon ideges vagyok, és aztán utólag... Sokat, de te is vettél, igen, többet volt, mint átlag, de nem volt 100%-ot. Miért nem volt 100%-ot? Miért nem volt 120%-ot? Na, Zsolt, menjünk. Zsolt, csak... azt mondod, hogy fú, azt mondod, hogy tehát magadénak veszed ezt itt a bátorságot. Mert le vagyok baszva, mert akkor le vagyok baszva. Jaj, ez a Zsolt mindig hát mondja ezt az optimista mondtam. Szarságokat. Én nem mondom, akkor hogy le vagyok baszva, aztán ez kiderül két évvel később, hogy ú, tényleg kúra. De ez nem így van, hogy csak te mondtad. Nem csak én mondtam, ez most egy túlzás volt, de azért mindig ez történik. Túlzol, akkor mindig helyre most is mondom egyébként, hogy fölmenek a picsába, és megint, jaj, Zsolt. Hát azért engedtessék már meg nem egyetérteni, akkor éppen egyetértettünk. És egyébként elég sok alap megnövelte a részvény arányát. Tehát nem csak te emelt. Jó, abban most nem menjünk bele. Én egyetértek a Zsolttal, hogy nyilván utólag meg még jobban tudjuk, hogy sok részvényt kellett volna tartani, én is sok részvényt tartottam. Gábor ezzel triggereltél ezzel a mondattal, hogy jaj, akkor olyan könnyű volt. És amikor én ezt mondom nektek, hogy jaj, akkor olyan könnyű volt, miért nem? Nem, egyébként nem az van, hogy könnyű volt. Hát nézd már meg a hozamainkat, hát nézd meg az expedíciót, csak akkor tessék én is, nézd meg az expedíciót. Mennyi volt a 2020-as hozama? Kevés volt. Ne haragudj, 20%, vagy valami ilyesmi volt. Abban azért egyáltalán nem kevés. Nézd meg, hogy a lentről... Menjünk tovább. Fel vagyok háborodva, triggereltél, Gábor. Meg menjünk a litiumra. Menjünk a litiumra. Te lennél a világkirály, miközben ugyanannyi az, mint egy csomó mindenki másnak. Nem csinálok úgy, hanem ti úgy csináltok, mint hogyha jaj, a Zsolt megint mondja a hülye optimista farságait, és az a két év múlva meg ezt hallom, hogy jaj, hát akkor könnyű volt, mert mindenki tudta, hogy fölmegy a részvény. De csak ezt szeretném leszögezni, két év múlva előveszünk ezt az epizódot. Na, Gábor, mondd a litiumodat. Egyébként csak, hogy egy kicsit igazságot tegyek, tehát azért a hosszú távú értékteremtés itt a legtöbb stratégiában alapban az ugye kettő dologból áll össze. Az egyik, hogy jó időzítéssel növeld meg a részvényarányt, és akkor ezt csak felülről kell nézni, hogy mikor hullik éppen össze a világ, és lehet úgy top-down olcsónak tűnő dolgokat menni. A másik meg, amiről előtte beszéltem, hogy azt a listát, azt frissítsd hétről hétre, és töltsed meg olyan részvényekkel, ami 40-50-60, illetve esetben 100% upside-dal rendelkezik, és azokból kevert ki a részvényarány. Ne a nem tudom én milyen szexi, éppen rohadtul eladható, végtelen paperen lévő, és egyébként előtte már sokat ment cégekből. Igen, és akkor itt ezt megemlítem, hogy nekem óriási hátszeret az, hogy ezekből az olcsó részvényekből válogatok, amikor időzítek. Tehát hogy az egy nagy könnyebbség, mert a többiek elvégzik azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy tudjuk, hogy mi az olcsó részvény. Na, mehetünk a lítium értékláncra, Gábor? Mindenki izgatottan várja már. Békésebb vizek. Igen, ugye... Hát, ha nem triggerelsz vele. Onnan már nem jön vissza valakinek a hozama, remélem. Meghallgattam a múlt heti podcastotokat, ugye Ágival. És hát tényleg kimerítettétek. Nem is tudtam értelem, miről fogok beszélni, mert kimerítettétek az úgymond az old és a conventional, a hagyományos, unalmas energiát,
És akkor egy kicsit itt beszéljünk arról, hogy mi itt az új energia, és ugye itt visszautalok arra, hogy the growth is the new value. És hát ugye az Orionnak az egyik fő stratégiai fókusza, hogy a globális energiapiacon próbál stockpickingelni. Ádám Maróti Ádám kollégámmal ugye túrjuk és szélesítjük ezt az univerzumot, mind az új energia irányába, mint pedig a globus távolabbi szegleteibe. Ez odáig fajult most legutóbb, hogy hát ugye mi a growth is the new value, mi ez a lítium. A lítium értéklánc, a lítium bányák, az új energiához kapcsolódó dolog, a teljes elvi értéklánc az összeomlott. Innen lett érdekes. És ára, vagy tehát, hogy mi az ára ömlött az a lítiumnak magára? Összeomlott a lítium ára, igazi nagyon magas szintről, mert ugye túl volt hype-olva. Mondj konkrét számokat. Jó, mondok igaz, tehát, inkább azt mondanám, hogy ugye teljesen, onnan fűzném fel a gondolatot, hogy ugye teljesen megkérdőjelezhetetlen az, hogy az elektromos autók a jövő, és most mondjuk a globális autóflotta 3%-a van elektromos autóban, ez mondjuk 2030-ra lesz 13%, most az értékesítés mondjuk 13%-a van globálisan elektromos autóból, és ez fog megnőni mondjuk 35%-ra. Tehát van ez a megkérdőjelezhetetlen trend. Ezt ugye kiszolgálja az értéklánc, ami onnan indul, hogy lítiumot bányászok különböző formában, azt megfinomítom, akkor utána azt berakom az akkumulátorba, elkészítem az akkumulátort meg berakom az autóba. Ugye nagyjából így néz ki az értéklánc, és ha megnézzük ebben az értékláncban szereplő részvényeknek az árfolyamát, egészen a lítiumbányától az elektromos autókig, akkor azt látjuk, hogy ilyen mínusz 60-70-80%-ok vannak a csúcsukról. Szegény Tesla, szegény avokádók. Ahhoz, hogy ezt a most csak 2030-ig tekintsünk, tehát ahol ugye, mint mondtuk, 30%-ra fut fel, vagy bő 30-ra az aránya, hogy is, bocsánat, nem is az a szélszemből, tehát még csak minden hatodik autó lesz 2030-ban elektromos autó, ahhoz egyébként a maihoz képest háromszor annyi lítiumot kell kibányászni a világban, amennyiben igaz az állítás, hogy gyakorlatilag az aksik többsége az, vagy a jelentős része az ugye a lítium alapú lesz. És ehhez képest, hogy tudjuk, hogy háromszor annyi lítiumot kell bányászni, és rengeteg lítiumbányát kell nyitni a világban, ehhez képest a lítium ára az oda esett be, ahol nincsen ösztönözve kellőképpen a szereplők jelentős része arra, hogy bányát nyisson. És akkor ugye, ez hogy fog akkor ez így összejönni? És akkor elkezdtünk az Ádámmal nézelődni a lítiumbányák környékén, beszéltünk, megnéztünk chilei lítiumbányát, amerikai lítiumbányát, ausztrál lítiumbányát, megpróbáltuk feltérképezni azt, hogy ezekben milyen lítiumár van beárazva. Az a tézisünk, hogy ugye nagyjából a lítiumnak oda kellene felmennie, ahol egyébként kellő ösztönzőt biztosít a szereplőknek, hogy tényleg nyissák a bányákat. Ez alatt vagyunk most. És ezt tükrözik a részvényárak is. Egyébként nagyon érdekes, mert most találkoztam először, hogy egy olyan piacon kezdtünk el mozogni, ahol egyébként Ausztráliáról van szó, ahol hát ha én kötni akarok, akkor éjfél és hajnal 6 között tudok. Úgyhogy, mi ebben már otthon vagyunk, mi Wellingtonban rédeljük a forintot. És egyébként, évente kétszer. És egyébként nem az a gond, hogy mondjuk én nagyon szívesen felkelek hajnal egykor beadni egy ordert, csak hát broker sincsen, akinek be tudok adni így éjfél és hajnal 6 között. Hát még szerencsére azért lehet ugye ilyen limitáros megbízásokkal dolgozni. Na, de hogy egyszer, mint száz, ebből az értéklánccal foglalkozunk. Ádámmal itt konkrétan tegnap is ugye beszélgettünk ausztrál bányával, a jövő héten chileivel fogunk. És azért itt még egy fontos aspektus, tehát hogy ebben a teljes értékláncban, és egyébként ez igaz a teljes zöld energiára, mert ugye minden összeomlott, nem csak ez a lítium értéklánc, azt keressük, és ez rettentően fontos, azt a szegmenst keressük, ahol nem csak a föld fog jól járni, hanem a részvényesek is. Igen, hadd tegyem hozzá tényleg, hogy két éve, amikor mindenki erről beszélt, és háromszor annyi volt a lítium ára, mint most, akkor olyan bénának érzi magát az ember egy beszélgetésben, amikor, hogy hát figyelj, igen, tényleg ez a jövő, de hát nem veszem meg, mert hát drága. És akkor látom, hogy tudod, a kisbefektető az ilyen legyint, egy hülyének néz, egy izé. És akkor tényleg végre azt mondja, hogy tessék, ha van türelmed, akkor vártál két évet, most is ugyanúgy ez a jövő, most is ugyanez van,
és akkor mégis harmadáról lehet meg. De általában ilyenkor van mögé valami sztorit találnak, hogy jaj, de mégsem, mert sose volt lesz valami... már ez olcsó, mert már elfogyott. De nem csak a csúcson, most utólag, ugye, mert azért esett össze, például kitalálják, ugye a kínálat azért nagyon nőtt, mert voltak ilyen óriási találatok mit most éppen Egyesült Államokban. Lehet, hogy erről fogunk Hui Gergővel beszélgetni, mert Európában is. Szóval, hogy, de hogy mindig van egy sztori, hogy mitől múlik el, és akkor már mitől lesz ez mégsem olyan szexi. Emberek, ez csak, tényleg csak érzelmek. Tehát az emberek, a csúcson mindenki kurva lelkes, az alján mindenki kurva pessimista, ezen kell átlátni, az egy óriási egy. Igen, azért menjünk oda-vissza, hogy a BlackRock, beszéljünk arról, hogy a BlackRock ezt a szegmest is oda tette a befektetők asztalára, hogy tessék, itt van, vegyél Clean Energy ETF-et, megújuló erőmű ETF-et, többféle volt, és igazából az van, hogy hogyan képzelhető el az, hogy valaki óriásit bukik azon, ami egyébként megtörténik, és fullba nyomja a világ ugye a zöld forradalmat. De ha tartaná 10 évig, nem biztos, hogy bukik rajta, tehát még akkor... Csak mert ugye ez történt, ugye most van egy ilyen ETF, a Wilder Hill ETF, nem is, bocs, a BlackRocknak az ETF-be fektetők 75%-a az bukóban van. Mert mikor szállt be? Mikor szállt be? A hype csúcsán. A hype csúcsán, vagy a hype-ot megelőző időszakban, tehát itt ugye rohadtul nem mindegy, hogy mikor és milyen áron pozícionálod rá magadat egy gross sztorira. Igen, de tényleg tehát a legtöbb nagyon menő befektetésnél is azt lehet mondani, hogy az elmúlt 5 évben volt olyan időpillanat, amikor az mégsem tűnt olyan menőnek, mégis összeomlott a részvényár. Tehát még a FANG részvényeket is, ha megnézitek, ugye most beszéltünk a Metáról, de hogy végignézed, tavaly, vagy másfél éve mondjuk így, akkor tavaly év elején sokkal olcsóbbak voltak, mint általában, és ugye megint az is, hogy itt is, ó, hát ezek ugye vagy ezért voltak jók, mert platformok, vagy azért voltak jók, mert monopóliumok, most azért jó, mert mesterséges intelligencia, de kettők között, vagy három között meg néha azért kicsit voltak. Kicsit megunták, egy kis időre megunták, voltak, akkor kell megvenni. Voltak féláron. Tehát ugye igen, és hogy ez van, hogy és amikor még nagyon fenn vannak, akkor hát akkor ez a jövő, akkor persze, hogy drága. De hülye vagy, hogy nincs neked. De hülye igen, vagy, hogy most nincs a neked. Kisbefektetőkkel szembeni frusztrációnk kibeszélése történik. Beyond sok meat van ebből. Van. Beyond meat frusztráció van, mindenki igen. Bekaphatja a Beyond meat-et is. Az legalább kifúj teljesen, tehát az egy egyszerűbb történet. De tényleg, tehát na mindegy, úgyhogy most ebbe vernünk el az asztalt, amikor néha úgy tűnik, hogy igazunk van. Igen, és itt sem szabad csukott szemmel, tehát hogy így föntről nézve igen, rengeteget esett mondjuk egy ilyen Clean Energy ETF, de ugye az van, és akkor itt visszautalnék arra a mondatomra, hogy azt szeretnénk, hogy ne csak a Föld járjon jól, hanem olyan befektetésünk legyen, amivel mi is jól járunk. Az kétségtelen, hogy a teljes értéklánc tesz azért, hogy a Föld jobban járjon, de egyébként az értékláncnak bizonyos szintjein akkora a verseny, meg olyan túlköltökezések, rosszul megtérülő beruházások vannak, amik egyszerűen a részvényesi értéket nem teremtik, hanem rombolják. Tehát, hogy nekünk ott azt a szegmest kell megtalálni, ahol valamennyire védettnek érezzük ezt a fajta részvényesi értékteremtést. És ez mi kell? Sok munka, elemzés. Ja, jó van. Na jó van. Mehetünk Uberre? Persze. Levezetünk. Gondolom. Na, akkor figyeljetek, mert megjelent az Uber újra. A mai napon az Uber bejelentette budapesti piacra lépési szándékát a főtaxival partnerségben. A személy, és akkor most a főtaxi, a személyszállítás legújabb trendjei és kihívásai azt diktálják, hogy a főtaxi élére álljon a piac megújulásának. Mindezt az applikáció alapú személyszállítás technológiájának úttörőjével az Uberrel teszi. Cégcsoportunk ügyfelei hamarosan főtaxi mellett már az Uber applikáción keresztül is igénybe vehetik a szolgáltatásainkat, és ez elképesztő. Tehát itt ez mint valami óriási technológiai megújítás, ez kb. 20 éves technológia, egyébként itt van a Bolt, az folyamatosan csinálja, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát ma hatósági áras lesz, akkor bekaphatják, hát akkor ugyanott vagyunk, akkor gyakorlatilag az Ubernek kihúzták a fő izéjét, hogy akkor, amikor nagy a kereset. Dinamikus árazást. Igen, a dinamikus árazást. Úgyhogy azért itt még vannak problémák, na de ez, hogy most itt a taxisok ünnepeltetik magukat az Uberrel. Mit szóltok? Nem tudom elképzelni, hogy megváltozna a hatósági árazás. Nehéz elképzelni, mert nem tudom, hogy mi lesz. Igen, valószínűleg nem lesz semmi. És akkor innentől kezdve ez semmi. Egy kényelmes applikáció és egy jó brand, ami mint oda a Bolt. Csatlakozik. Így az lesz, mint a Bolt. És egyébként nagyon, a magyarok így lopják, tehát a kínaiak ugye mit csináltak, akik oda települtek cégek, azt lopták. Most a technológiát, meg a know-how-t. Na most itt meg a főtaxi ellopja az Uber izért applikációját, és ennyi lesz gyakorlatilag az újdonság. Kicsit lemaradva a világról. De egyébként azt elmondom ezt a sztorit, mert taxissal beszélgettem.
És mondta, az egy fiatal taxis volt, és mondta, hogy hát és volt egy időszak, amikor a Boltnak is nekiestek a taxisok. Itt az elmúlt egy évben volt olyan, hogy azok a rohadtak külföldiek. Valami, nagyjából ennyi volt az érvük. És akkor már a taxis hiénák, azok gyűlölik a Boltot az applikáció miatt. Mert az mit csinál az utas? Beül, tudja előre, hogy kb. Mennyi lesz az összeg, tudja, hogy merre kell menni a taxinak, és így a taxis hiéna, aki azt mondta a fiatal kollégának, hogy figyelj, apám, én már öreg vagyok, én nem akarok itt 8-10 órákat taxizni, én 2-3 fuvarból szeretném megkeresni a egész napi bevételemet, és az továbbra is keresi azokat a utasokat, külföldieket, akiket fölvisz a várba 100 000 forintért, mert hogy fogalma sincs, hogy mi az, de nyilván úgy, hogy kikapcsolja a mindent, kikapcsol. De hát a Boltnál ezt nem tudják megcsinálni. Na, úgyhogy pasza. Azért azt gondolom, hogy a taxiséráknak már nagy részt leáldozott. Én is ezt gondolnám, de beültem egy fiatal taxis, és azt mondta, hogy nem, megvannak azok még. Hát a Boltnak azért estek neki, ők estek neki a Boltnak. Nem olyan régen. Na, figyeljetek, itt van egy nagyon jó izénk. Gábor, te remélem elég filozófiával elég képzett vagy, tudod, hogy az üres erdőben, ha kidől egy fa, akkor annak nincs hangja. Ez megvan? Egy üres erdőben hogy van fa? Na, fa van benne. Ember nincs benne, meg állat. Nem, akkor nincs meg neked. Na figyelj, mindegy, akkor próbálj követni minket. Valást már kiképeztem filozófiából, meg fizikából. Itt van egy nagyon jó vicc, ezt tetszeni fog neked. Ha egy férfi egy üres erdőben mond valamit, és a környéken nincs egy nő sem, aki ezt hallaná, akkor sincs igaza. Nem értitek. Vagy értitek? Minden, hallgatok biztosan. Most arra akarsz utána, hogy szeretnél egy olyan adást is, ahol csak te fogsz beszélni. Nem. De egyébként ebben az irányban viszem el, nagyon jó, mert én ezt update-eltem oldalapkezelőre. Ha Balási mond valamit az üres erdőben, és nincs ott senki, aki hisztizel rajta, akkor is hülyeséget mond. Na, értitek? Gyerekek, próbáljátok felülni a filozófia vonatunkra. Jó lesz így, köszönjünk el. Na, köszönjük szépen, Gábor. Akkor majd, megyünk létre. Köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok. És nem császtok, mert most behívjuk Karácsony Tomit, aki ideges, meg aztán jön Szilárd. Miért ideges? Majd kiderül, meg kell hallgatnod az adást. Na, akkor üdvözöljük Karácsony Tamást is, ismét a stúdióban. Szervusz, Tamás. Sziasztok. Üdvözlöm a hallgatókat. Tamás, feldűjtettük, mert múltkor a gíroszokról beszélgettük, és Tomi a gírosz szakértő. Ő a gírosz szakértő, és lepesszimistáztam, mert mindig mindenki pesszimista oldalapkezelő, és ki van borulva, ő nem pesszimista. Na mondjad, Tamás, akkor mi vagy? Hát igazából itt csak azért jöttem be, hogy itt rendbe rakjunk pár dolgot. Hát három dolog. Itt minden rendben azt van. Azt gondolod, hogy itt hülyeségek hangzanak el ebbe a podcastban. Igen, ez szokott lenni bőven. Itt minden rendben van. Annál nagyobb rendben van minden. Na mondjad. Igazából három dologról volt a múltkor, és akkor ebbe akartam megszólalni, hogy kicsit árnyaljam itt a képet, hogy mi szokott itt nálunk menni, és abból mi kerül a podcastba be. Tehát az egyik dolog, hogy rakjuk rendbe azt, hogy szakmailag a gíroszt, hogy az micsoda, meg azokról milyen állítások hangzottak el. Utána beszéltetek arról, hogy egy ilyen dolgot hogy kell méretezni. A harmadik, hogy ugye erről hogy kommunikálunk, amikor van egy ilyen pozink. Tegyél rendet, Tomi. Azért nem mondja nagy, hogy mi a gíroz, tehát az nem annyira érdekes, de mondja. Amit akarsz, nem mondja, Tamás, mondja. Ugye az a baj, az árnyalás, az a baj, tehát az érdekes podcastet unalmasra árnyaljuk. Szerintem egy kicsit ez történik, de mindjárt meghallgatjuk Tamást. Így van, de hát remélem egy 10 percben belefér, hogy ezt így rendben tudjuk. Na, hadd szóljon. Szóval. Egyébként azt szerintem ez pont jó ez, hogy miért ne beszéljünk egy poziról, tehát úgy, hogy elmondjuk, hogy mi az, mert ugye mondjuk van egy ilyen 2 órás szakmai prezink erről, hogy ez mit csinál, ugye ez az unalmas részt, amit így neveztek, és ebből ugye 10 perc kerül egy podcastba, ugye, ami szórakoztató céllal készül, és kivesszük a legérdekesebb részeket, de nyilván abban nagyon sok minden kimarad, meg lehet, hogy nem úgy hangzanak el dolgok, meg ugye kiragadunk érdekes mondatokat. Ez szörnyű hallani. Na mondjad már, Szóval, csak a pár szót. Ugye az egyik, ami így elhangzott erről, hogy ez ilyen 99% eséllyel nullát ér, meg a maradék is 95% eséllyel nullát ér. Voltak ilyen megállapítások. Így van, ezt én tőled vettem. Ezt tőlem vetted. Na, egyrészt tegyük rendbe. Amikor
Ugye erről beszéltem, ugye tehát mondjuk eleve a 4 papírból 3, az nem 95% eséllyel ér 0-át, hanem 100% eséllyel ér valamit. Tehát az biztos, hogy nem érhet 0-át, már csak azért, mert van benne cash. Ez akkor is elhangzott, és ezt én mondtam. Na igen, tovább. Mondtam, mert a cash elhangzott akkor. A cash elmaradt, okay. Bocsánat, hogy van benne, de hogy ez többször elhangzott, hogy 95% a 0-át ér. A másik, most nyilván az, hogy most 99%-ról beszélünk, és akkor kiragadunk egy olyan mondatot, ugye ez, ami elhangzott, ez a nagy prezi hangzott el, hanem egy másik belső fórumon. Jézusom! És azt akartunk igazából elmondani, hogy igazából azt lássuk azt, hogy itt ugye tök nagy annak a valószínűsége, hogy ez majd nem ér semmit, de hát ugye ez az üzenet, ugye kiragadunk egy számot, az persze az ugye tovább lehet vinni, de nem ez a lényege. És akkor... Ugye a másik dolog, amit még ugye mondtatok, hogy ugye ez a nagy esélye nullát ér dolog, amikor belekötöttetek, hogy ez négyszerezni tudod, tehát hogy ez mekkora egy hülyeség volt, hogy elmondtuk, hogy ez nagy esélye nullát ér. De ezt egyébként pont ez szerintem a lényege, itt mondasz ellent magadnak, Zsolt, egy mondatban, hogy azt tud valami négyszerezni, ami ugye olyan kicsi, ami kis százalékkal ér valamit, és ugye ez a kicsi érték tud ugye gyorsan négyszerezni. De itt nincs semmi ellentmondás. Mert az én állításom mi volt? Az volt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem azzal kell foglalkozni, hogy ez 10 év múlva mit fog érni, mert nagyon jól látszik, hogy ez most az az időszak jön, amikor mindenki arra az 1%-ra fog fókuszálni, hogy abban az esetben mennyit fog érni. Mert olyan a hangulat. Na, folytasd. Tehát, hogy... Na értem, jó, most ebben jobban most nem szeretnék belemenni. Nem kell belemenni, nem menjünk jobban bele. De hogy igazából csak annyi, hogy ezt akartam itt rendbe tenni, hogy itt vannak ilyen várható érték, meg valószínűségfogalmak, és ezek ugye itt keveredtek, meg néha szerintem nem jó volt használva. Erről akartam igazából beszélni. Jó van. Hát figyelj, egyrészt ugye ezek a... De akkor a legkockázatosabb gírosz, ami Zsolt sok pénzt keres, az tartott, hogy ez nagyon nagy valószínűséggel nullát ér. 10 év múlva. Kicsit, várjál, és kis valószínűséggel ér sokat. Igen, úgymond lejáratkor, mint hogyha ezt ilyen opciónak vesszük, hogyha ez végig tartaná a teljes időszak alatt, és akkor azt nézni, hogy ebből mennyi pénz folyik be. Igen, ezt tartom, hogy ez nagy valószínűséggel továbbra is nullát ér. Egyébként. Mennyi? Nem 99? Nem 99, nyilván ez tök nehéz. Meg ugye ez nem úgy működik, ezzel akartam még így beszélni, hogy ez nem úgy működik, hogy két eset van, hogy akkor nagy valószínűséggel ér nullát, kis valószínűséggel meg tízszerezik, vagy melyeneket szoktatok ugye kierőltetni valakiből, hogy ezt el lehessen így majd mondani utána, hanem ugye ez egy sokkal bonyolultabb... Nem azért, hogy el lehessen, azért, hogy megvegyem, mert pontosan tudom, hogy te pesszimista vagy, ne haragudj. És jössz ezzel a 99%, és nem vagy hajlandó azt fölismerni, hiába rágom a szátóba. Tehát ezt például fél éven keresztül mondtam mindenkinek, hogy baszki, ezek föl fognak menni a picsába azért, mert olyan hangulat van, és az lehetetlen, hogy ne menjenek. Ugye tudod, hogy a prezit azért tartottuk ebben, mert azt gondoltuk, hogy igen, ez megéri. De az időzítés, az itt most rohadt fontos volt, ugye? Mert ez ebben a 3 hónapban négyszerezett. Tehát előtte volt egy ilyen egy éven keresztül, ugye? Egy semmi nem volt benne, és aztán 3 hónap alatt ezek négyszereztek. Mert honnan tudod ennyire ilyen biztos, hogy mikor fog ez felmenni? Ez nyilván egy jó képesség. Írtam, mindig írtam. Hát nyilván de jeleztük. De más, van, aki ki tudja számolni, van, aki meg begyűjti ezeket a jeleket a piacról, és mond egy nagy valószínűségű bekövetkezési ítélet. Léci, most is te vitatkozz erről a Zsoltán, mert én már kiégtem. De nem, ezzel nem tudom, mit akartok ezzel vitatkozni. Hát, hogy te úgy csinálod, hogy mintha ez nagyon könnyű lenne látni. Nem úgy csinálom, hogy miért ti úgy csináltok, mintha nagyon könnyű lenne kiszámolni az értékét? Nem nagyon könnyű. Ez se könnyű. Egyik specialista, másik generalista. Egyik se könnyű. Egyik ez ilyen tapasztalat kell, másik az olyan tapasztalat kell. Nem, hát nyilván csak azt mondom, hogy attól, hogy valamiről azt gondoljuk, hogy ilyen bonyolult, meg hogy nehéz megmondani, hogy ez mikor megy fel, attól még nem gondoljuk azt, hogy ezt nem éri megvenni. Tehát mondjuk én is kezelek egy alapot, és abban az alapban is van ilyen. Tehát akkor, ha végtelen pesszimista lennék ezzel a dologgal kapcsolatban, akkor nem rakok bele egy olyan dolgot, ami ugye nem is kötelező ilyet nekem tartanom, hanem azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Én csak azt mondom, hogy ugye ne próbáljuk úgy eladni egy podcastba, hogy ugye mindent ennyire tudunk, és akkor ráadásul pont van egy ilyen eszköz. De hát nem ez történik. Én nektek próbáltam eladni, hogy vegyetek sokat, én nektek és magamnak vettem sokat. Itt ez történt, mert ettől jók a hozamaink. Na, hagyd a podcastet, ennek semmi köze a podcast. Azt azért podcastban utána beszélgetünk róla, az érdekes. Jó, akkor meg volt az első pont, következő. A másik súlyozás. Ugye az a méretezés szerint, ami nagyon fontos. Ugye ezt egy kicsit, amiről beszélünk, ezt fogjuk fel úgy, mint egy lottó, ugye? És egy lottónál se csinálod azt, hogy ugye nagyon sokat beleraksz ugye a vagyonodból. Nem teszed fel a vagyonod felét egy lottóra, mert hogyha tudod, hogy az nagy veszséggel utána lenullánzod magad. Senki ne tegye föl. Nem tesz. De a Zsolt az nagyobb arányt tesz. Miről beszélünk? Nekem másfél százalék volt ebből az izémben. Hát de most meg van 6. Hát azért, mert négyszerezett. De nem adod el, tehát ugye nem súlyozod. Adtam el a tetején, most már veszem vissza.
Tehát nyilván ugye... Ezek akkor... 30%-ot estek közben itt. Volt egy ilyen durva két hét, hogy ezek 30%-ot estek. Az így van. Azóta meg vissza is fordult kicsit, szóval ez egy ilyen, ez egy jó kockázatos tudsz, tehát ebből a Zsolt is látszik. Ugye, ne, semmi baj, csak ugye, tehát ugye a Zsolt itt ilyen szempontból ugye kilóksz, mert a csapat ugye azt csinálja, hogy amikor csökken az upside, akkor ugye általában kevesebbet tart belőle. Te meg sok, tehát csökkent az upside, de te sokkal-sokkal többet tartasz belőle. Ugyanis kiderült, hogy a világ legjobb eszközében ülsz. Amit most, és azért a világ legjobb eszköze, mert meg kell szorozni a potenciált, ami... Azokra is, hogy fundamentálisan derült ki, vagy máshogy? Ugye ez máshogy. Nekünk máshogy, hát... így van, de hogy aki fundamentálisan gondolkozik, az ugye azzal nem kezd semmit, hogy máshogy te megérzed. Én nem lebecsülni, meg lebénázni akarom, amit te csinálsz, férjét, és ne essék, csak értsd meg, hogy itt különböző világok vannak. Én tudom. Van az a világ... Nekem nem magyarázni, én ezzel mit tisztában vagyok. A hallgatóknak magyarázom, mert te úgy magyarázod, hogy a hallgatók ne értsék. Tehát te összekevered ezt a kettőt. Ezért jöttem. És ezért jött a Tomi is, igen. Tehát, hogy fundamentálisan, ha csak valaki fundamentális befektető, akkor az elmúlt 3 hónapban Görögországban nem történt annyira sok jó dolog, ami azt igazolná, hogy ezeknek 4-szerezniük kellett. Nem. Ebből az következik, hogy a fundamentális befektető az ilyenkor elad. De a Zsolt nem ad el, egyébként, mert a Zsolt az arra jut, hogy hú, de jó, ez fel tud menni, 4-szerezett, ezért tartok belőle. Nem, a Zsolt arra jut, amit nektek is mondtam, arra jut, hogy hú, de jó, most fogja más is észrevenni azt, amit mi már egy éve kiszámoltuk. Így van. És hogy oké, ha ebben igazad van, akkor ugye te sok pénzt keresel, most egyedül igazad van, és idén sok pénzt kerestél bele, tök jó, tényleg. És hogy csak azt lásd, hogy ugye fundamentális elv szerint el kell adni, de te egy másik elvet, a saját elvedet veszed figyelembe, időzítést, meg te megérzed, meg nem tudom, és ebből akarsz pénzt csinálni. Ez egyébként tök oké, hát azért van alapod, hogy ezt csináld, tehát férjét és ne essék, és remélem, hogy jól is csinálod, csak ezt tegyük, csak hogy ezt válaszok. Nagyon jó. Így van, tehát azt mondom, én csak annyit akartam ezzel elmondani, hogy nyilván akkor raknék ilyenbe sok pénzt, hogyha mondjuk lenne 100 ilyen dolgom, mert akkor, hogyha várható értékben azt gondolom, hogy jó, akkor az úgy összesen úgy lehet sok, de egy-egy poziba, ugye nagyon koncentráltan belerakni, az ugye ilyenkor lehet káros. Most a másfél százalékot... Én szempontból egyetértek a Zsolttal, nekem is azért van, mert egyébként van 100 ilyen dolgunk. Tehát ugye nem, lehet, hogy 100 nincs ennyire kockázatos, de van 50 részvényünk. Igaz, a másik 49, az messze nem ennyire kockázatos, de hogy igazából mi azért egy jól diversifikált portfóliókban dolgozunk. Tehát én másfél százalékot vettem ebből a részvényből. Tehát mindenki, a portfólió, mint a másfél milliárd forintos portfóliónak a másfél százaléka az mit tudom, ennyi 20 millió de forint. De ez egy téves gondolkodás, amit most mondasz, mert nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy most mennyi van. Ha most 6% van, akkor most 6% van. Jelen állás szerint az alapot 6%-át kockáztatod, és nem de ezt, erről már múltkor vitatkoztunk, ez csak annak érdekel, aki most száll be, mert az, aki a másfél százalék, akkor száll be, amikor a másfél százalék, annak ennek örülnie kell, hogy ez a de világ neked... legjobb eszközéből már 6% van az alapban. És na csak igen, az... ez megint egy ilyen elvi kérdés. Van, aki úgy gondolkozik, hogy mindent régén akar nyerni. És az is jó, ha, de elindulják, hogy ne bukjak. Ilyen szempontból akkor mondhatod, hogy te nem fogsz ezen a tréden bukni, hiszen már 4-szereztél rajta, már nagyon nehéz, akkor meg kistoppolod a végén. Így van. Oké. Ugye van, aki meg úgy gondolkodik, hogy mindig, én pont úgy gondolkodok, hogy nem úgy, mint te, hanem úgy, hogy azt mondom, hogy van a mai világ, és nekem a mai világban kell eldöntenem, hogy mennyit akarok tartani. És a mai világban kevesebbet akarok tartani, mint a 3 hónappal ezelőtti világban. Ez a különbség a vejő és a dinamikusabb szemlélet közt, hogy de most nem arról vitatkozunk, hogy a egyik idióta a másik szerint, csak szét akarom választani a nézőpontokat, hogy melyikünk hogy gondolkodik. És itt is az is vicces, hogy mondtad, hogy a tiéd a dinamikus szemlélet. Hát szerintem pont a másik a dinamikus szemlélet, amikor reagálsz arra, hogy megváltoztak ugye a... Az értékeltség. Az értékeltség. De nem, ez pont ez az szemellenző szemlélet, mert én meg arra reagálok, hogy megváltoztak a flow, a piaci... A sentiment megváltozott a sentiment. Vele. Tehát, hogy dönts el, melyik a dinamikus. Mindenki dönts el, melyik a dinamikus. Egyébként én adtam el egy csomót, a harmadát eladtam ott a feljebb, most veszem vissza. Na, még valami? Tehát súlyozás, nem. Tehát Tomi szerint keveset kell ebből tartani. Nem, hát szerintem azt mondom, hogy ilyenkor csak figyelembe kell menni, ezt nem szabad úgy kezelni, mint egy olyan részvény, mint bármi más, mert ezzel csak azt mondom, hogy 6%-nyi részvényed, lehet egyik-másik, úgymond jó részvényünkből sincsen, vagy jó részvényedből sincsen. Van bassza meg a Pepco-ból, mindjárt. A Pepco az mondjuk, az ilyen jó. Ott belenyúltál. De hogy lásd, hogy ugye ez nem egy az egybe váltható sztori egy Pepco részvényel, mert a Pepco is egy sokkal kevésbé kockázatos dolog, az oké, máshogy ez pont az esély, ez meg felmegy, de hogy attól még ez... Na jó, hogy elővetted a Pepcot. Na itt van, tessék. Épp mínusz 5%-ban. Kezdem ezzel, mert most a Forbes-ben ugye én kommenteltem, és nagyon vicces, nem hittem el, hogy ennyire vonatkozott dolog történik. Volt egy cikk, ami arról szólt, hogy
Meyer Gellért, ő egy ilyen biztonságtechnikai szakértő, és azzal foglalkozik, hogy van egy weboldala is, mindenki nézze meg, hogy azokat, akik ilyen phishing károsultak, tehát mitől lenyúlják a pénzedet. Azt meg bemennek a számládra, és akár még hitelt is fölvesznek, és azt kiutalják maguknak. Ezek éhes szemetek, ezek a phishingelők. Mindenki figyeljen oda. És mondja, hogy a bankok hibásak, mert a bankok ezeknek a 90%-et ki tudná szűrni, csak akkor, hogyha ilyen algoritmus ráengednének, hogy mi történik azon a számlán, nagyon furcsa dolog történik, nem engedik, leblokkolják, megkérdezik a tulajdonos, ezzel egy csomót meg lehetne úszni, és azt mondja az elért, hogy a bankok ezt leszarják, mert valahol mindig azt mondják, hát valahol ez a ügyfél hibája. Az ügyfél volt a hülye, és igazuk is van. Az ügyfél volt a hülye, mert beengedte, mert odaadta a passwordjét, mert stb. Meg ráklikkelt a phishingelők linkre. Na és az volt a kommentem, hogy felolvasom, mert ugye ez volt ennek a Meyer Gellért, meg is kérdezték, hogy na és akkor ő hogy védekezik? Azt mondta, hogy neki 10 bankszámlája van. Hát az meg, hát mondom, hát ez ilyen nincs. És akkor ez volt a kommentem, felolvasom. Ezek a példák, azért mégiscsak jó hülyének kell lenni ahhoz, hogy ugye megszabd a phishinget. És az a védekezés, hogy 10 bankszámla. Azt kiszámolta valaki, mennyibe kerül a folyamatos önstresszelés és védekezés? Azt hiszem, én inkább próbára teszem az említett szerencsét, hogy megúszom a phishingelést. YOLO. Ez volt az én kommentem. És azt hittem, hogy ezzel végeztem is a kapcsolatom a phishingeléssel, mert rajtam nem jutnak át, és bazd meg, az egyik legnagyobb részvénytulajdonom a Pepco, tegnap jött a hír a Bloombergen, 15,5 millió euró veszteséget szívott be phishing ataktól Magyarországon. Nem hiszem el, ott van, mínusz 5%-ban a részvényem. Mondjatok erre valamit. Ez a túl nagy szám volt a Forbes-ban. Nem, tehát a mínusz 5% az nem a 15 milliótól van. Annál kevesebbet számít ez a 15 millió részvény. Hát biztos, hogy a szentimentet ez rontotta el. Az lehet. Egyébként ez egy évnyi profitjának a 15%, tehát 100 milliós profitja van egy évben a Pepco-nak, és ebből 15,5 milliót most... elfishingelte. Persze, nem kis szám, csak azt mondom, hogy a 5%-ot talán... Na mondjatok ezt valamit. Hát sajnáljuk, na. A phishing károsult Pepco-t. A phishing, mert érted, ezeket az napi rendre térünk, ezek kit érdekelnek a phishing károsultak? Na de most itt tulajdonosok vagyunk. Hát megmondom, ennek a témának azért nem vagyok szakértője. Én nekem ugyanígy vagyok vele, hogy persze, amit hogy az ember ki tud szűrni, és nagy hülyeséget nem csinál, azért nagy részt meg tudja magát védeni. De ez a 10 bankszámlanyítás azért, akinek nagy vagyona van, azért nem hülyeség. Tehát nyilván, hogy elég, hogyha egyel beszívja az ember, vagy akkor már sokat bukik, de hogyha csak egy van neki, ugye akkor az egész vagyonát kockáztatja. Tehát szerintem ez megint egy ilyen méretkérdés, hogy mikor éri meg 10 felé osztani a vagyonom, és mikor meg nem. Tegnap lejött a családom kétségbeesve, mert szitkozódva vertem az asztalomat lent a számítógépemnél, mert az egy darab bankszámlámra nem tudtam bejutni, mert az app, meg a web, meg a izé, és nem tudtam összeegyeztetni a passwordöket, és megőrültem. Most ha ezt 10 bankszámlán csinálnám, akkor, szörnyű, akkor már lenészároltam volna. Egész, rengeteg jelszó, hogy nem értem, hogy ebben egyébként ilyen. Én is nagyon rossz vagyok, tehát itt mondod mindent, hogy mindig az óvatosság, meg stb. Ez jellemez engem, hát ebben pont már szerintem túlesünk sokszor a ló túloldalára, hogy ugye olyan bonyolult jelszókat, mindenhova más jelszókat, és ennek mi lesz a vége? Az, hogy valami rendszert raksz a jelszavaidba, és pont ezért lesznek a végén könnyen kitalálhatóak, mert kb. 3 hónaponta vagy havonta ugye változtatni kell, és így lesznek valójában egyszerű jelszavak, miközben ha lenne mindenkinek egy bonyolult jelszava, akkor az jobban védeni őt, és azt nem kéne változtatgatni. Minden szörnyű. És egyébként, na mondom, a Meyer Gellnek van egy weboldal, ahol, hogyha valaki phishing károsult, és elég nagy a összeg, akkor lehet neki írni, és ő megpróbálja kiverni a bankokból legalább egy részét. Na, kedves Pepco, írjatok Bazer Meyer Gellértnek, szerezzétek vissza ezt a pénzt, nem akarom mínusz 5%-ba letni a részvényemet, és most egy aktivista befektetők lettünk, nem? Mert most így felszólítjuk a Pepco-t. Sajnos nekem is van. Te is szólítsd a Pepco-t, hogy Meyer Gellértenek írjon. Itt a Hold aktivista befektetősködik már megint. Na, ezzel végezhetünk? Igen, köszönjük szépen, Tomi. Köszönjük szépen, Tamás. Szervusztok. És most jön Szilárd. Na, az is durva lesz. Na, hát üdvözlünk mindenkit. Sziasztok! Sziasztok! Most nem mondom, hogy jó reggelt, mert már délután van. Balázs túllépett végre jó reggelt. Szilárd van velünk. Szilárd a legmagasabb ember, aki eddig a stúdiumban járt, azt hiszem. Hány centi vagy, Szilárd, mondd be? 2-10. Tudjátok. 2-10. Miért nem kosarazol? Ilyenkor mindig ezt mondják. De miért nem kosarazol? Mondom, röplabda, hasonszörű. Jól van. Na, Szilárd, már ez az életszakaszán túl van. Igazából most már nem kérdezgetik, nem? Hogy miért nem mentél kosarazni? De röplabdában is úgy hívják, hogy center, amit te játszottál.
Na, na fél, Szilárd kezeli a Palomár alapot. A Palomár alap nem egy holdbirt alap, de az is egy alap. Az is egy holdbirt alap. Valamint segítünk a nemzetközi szélzben. És most, és ő a... A lényeget mond, igen, hogy Szilárd nekünk Amerika. Majd Szilárd elmondja hogy röviden, hogy mennyit is élt Amerikában, ezért is segít nekünk külföldi szélzben, de hogy te hozod magaddal ezt a kultúrát, Szilárddal fogunk beszélgetni arról, hogy mi az, hogy hedge fund, és ez miért más, mint mondjuk egy magyar abszolút hozamos alap. Tehát, hogy Szilárd ezt közelről megélte, úgyhogy mindjárt kiderítjük, hogy mennyire. Jó, kezdjük valami aktuálisra. Figyeljetek már, most pont most olvastam a nem tudom kinek a hírlevelébe, hogy mindössze 34 évben telt, de a japán Nikkei Index végre all-time high-ra ért ezen a héten. És akkor nagyon érdekes, mert itt van, hogy miközben ugye 89 decemberében volt szintén az előző csúcsa, akkor 5,7% volt a kamat, most 0,7%. Akkor 144 volt a japán jen a dollárra szemben, most 150, tehát akkor is ugye mindenket ez óriási gyengülés kellett. Mondjatok ehhez valamit, mert az úgy mégis úgy mérföldkő, nem? Hát mindig... Nekem az a tanulsága inkább, hogy milyen sokáig nem tudott teljesíteni a japán részvénypiac. Tudod, mi lesz most? Azok, akik... Szoktam mondani, hogy hát a részvények emelkednek gyerek alapból, hát a GDP-vel megy fölfelé, és akkor mindig ez szokott lenni. Itt az ellen példa. Igen, de a japán. De a japán. És most már nem mondhatjátok. Hát most mit fogtok? Ez jó, tehát tényleg most képzeld el azt a befektetőt, aki 89-ben, most legyen az, hogy most 100 egység, jó a japán index? Ez és durva. Akkor visszament, nem tudom én, 30-40-re, 15 év alatt, meg 20 év alatt, akkor még ott elidőzött még 10 évet, és akkor ki az, aki ezt végig tud tömni? És milyen jó eredményt értelem, hogy 30 év alatt csinált egy nullát? Szilárd, mi erre a viszont válasz? 60-40. Nézzétek meg a 60-40. Például, de egy, nem én mondom, csak a japánra. Megmondom, ki az a hülye, aki 89 decemberében megvette a pontszerűen a Nikkeit, majd utána 37 évig ült. Tehát nyilván vette aztán még 90-ben, meg 95-ben, meg 2005-ben, és már is. Nem tűnnék fel, hogy egy csomóan a buborékban kezdenek el érdeklődni az iránt, ami nagyon ment? Jó, de azért... Te most azt hallod, hogy az Nvidia az 3 éve hallottál róla sokat, de... vagy most hallasz róla sokat? Jó, Balázs, és azok mind tartják? 37 évig? Szerintem, vagy 34 évig? Én nem hiszem. Tehát azért valami nem is nem, hát eladják bukóban. És ezt soha többé nem vesznek. De csak most megint. Azt nem tudom, de hogy amikor azt mondjuk, hogy hosszú távon úgyis minden felmen, akkor azért a japán az elég hosszú táv volt ahhoz, hogy ez nem ment fel. Csak 30. És egyébként amit kérdezte, hogy mit mondanak ezek, azt azért hozzá akarom tenni, hogy régen 5,7%-os japán hozam mellett volt ilyen magasan, meg mondtál pár. Azt akarom mondani, hogy régen a körülmények sokkal rosszabbak voltak, és így is ilyen magasra ment. Ez azt jelenti, hogy akkor irdatlan nagy buborék volt. Tehát ugye, ami most van, az nem is hangzott el a szádból, de hogy erősítsük meg, hogy az egyáltalán nem kell, hogy buborék legyen, azért, mert 30 év után eljött oda. Pont azt mutatja, hogy 30 év után tudott elérni ide az index, úgyhogy egyébként még jobbak is a feltételek, mert az ráhozom jól alacsonyabb, és érted, tehát akkor brutálisan nagy buboréknak kellett, hogy legyen 80-as évek. Ez kétség, csak utána is kellett venni. Na figyeljetek, ugye most volt igen, két... a mélyponton. Ha Zsolt lett volna, akkor... A mélyponton kell venni mindent. Nem telt is ott kellett volna kurva élet, de ugye két jubileum volt ezen a héten, két éves volt a holdbit alap, de most ezzel nem idegesítelek titeket, hanem megmondom, a Magyar Telekom meg 806 forint lett, ami azért a kurva anyját, azért érdekes, mert én amikor eladtam 430-on, ugye tavaly valamikor nyáron, amikor volt ez az aukció a Magyar Telekom részvényeimet, akkor 403-ra álltam be, hogy majd visszaveszem. Le is konyult, mert az én kottámból játszott, le 405-ig vártam, hogy mindjárt megkapom, nem kaptam meg, elindult, nem nyúltam utána, és most ezen a héten 806 forint lett, magyarul duplázott azóta, hogy lemaradtam a Magyar Telekomról. Zsolti, nekem van egy olyan befektetésem, hogy passzívan Európai Telekom, és nagyon rosszul megy. Még gyorsan szállj be abba, hát ha majd most fog felmenni. Hát, miért nem fomoztál? Nem, mert nem fomoztál. 403, 405. Mert és büszke is voltam rá, érted, hogy nem fomózok, hogy kizárom az érzelmeket, hogy nem nyúlok utána, nem mint valami kis hülye. Nem nyúltam utána, mint valami külső, azt most itt ülök, mint egy nagy hülye. Na, tessék, Szilárd, miért jó, ha hedge fundba allokál egy befektető? Nagy téma. Amerika. Itt van Amerika. Hát nézd, hedge fundok óriási a spektrum, tudjátok, tehát van sokféle fajta. A long short equity-től elkezdve a kötvény arbitrázson át a CTA, globál makro, stb. Amiben én beleláttam jobban, az a CTA, globál makro. Hol dolgoztál? Mondj valamit. Az első komoly munka Bridgewater volt,
volt egy kis Wellington is, de alapvetően a benchmark globál makró szerintem úgy ebbe a szegmensbe azért az Bridgewater. Egy szisztematikus globál makró menedzser, ismeritek, sokat beszélünk róluk. Ray Dalio. Igen, abszolút. És hát, hogy miért alokálnak intézményi befektetők, miért fontos része egy portfóliónak, hát azért nem korrelál. Tehát, és akkor, hogy melyik nem korrelál, ugye? Tehát, hogy fontos. Most azt kezdjük egy kicsit távolabban. A hallgatók azért ebben valószínűleg alulműveltebbek. Tehát, hogy... Segíts, mi... kell majd, hogy beleszólj igen, sokszor. Tehát, hogy kezdjük ott, hogy ugye amerikai intézmények, nyugdíjpénztárak hogyan gondolkodnak, mit csinálnak, kit keresnek. Tehát kicsit úgy távolabbról, mert ugye neked ez egy alap dolog, mondjuk, hogy nekik van egy ilyen public equity-nek hívott zseb, tehát mindenki tart egy csomó tőzsdei részvényt, ami így lefedi így a világnak a nagy régiói biztosan. De igen. Tehát Amerikában nem ingatlanba fektet minden marha, hanem részvénybe fektet minden. Tehát a részvény ott mindenkinek van kis túlzása nyilván. De tehát ott a részvény az olyan, mint itt az ingatlan. Hát például, ha maga nem is vesz, akkor is általában a nyugdíj megtakarításon keresztül ez egy alap dolog, hogy én is érintett vagyok. Így van. Ezért van az, hogy? Hát az intézmény is, de egyébként egy privát befektetés úgy kéne, hogy gondolkodjon, hogy van ez a kockázati görbe. Ismeritek tankönyvbe. Cash-től elkezdve a kötvény, vállalati kötvény, részvények, ilyen-olyan részvény, VC. Ingatlan középen valahol. Kb. Valahol, private equity a végén, és alapvetően minden egyes lépcsőn, kockázaton, ahogy felmész, nagyobb kockázati prémiumot kéne, hogy keressél, azzal, hogy tartod. Tehát ez a passzív tartás a bizonyos eszközöknek egy portfólióban. Görbe vége, nagy kockázat, nagy hozam. Így van. Na most ezek, a nagyon fontos, hogy ez béta, úgy hívják. Azért kompenzálódsz, mert tartasz egy kockázatosabb eszközt. A hedge fund világ, a hedge fund stratégia egészen más, a bétától független hozamsort tud hozzátenni a portfólió. Bétát még kiek, bocsánat, belefogsz. A béta alatt azt érted, hogy mondjuk amikor a S&P 500 világ legfontosabb indexe megy föl egy csomót, 10%-ot, és te is mentél föl, akkor azt úgy értsük, hogy ez egy béta kockázat vállaltunk, ha megy föl a piac, én is megyek vele, ha bezuhan a piac, én is bukok vele. És tehát ez a piaccal korrelált dolog, amiről itt a Szilárd beszél, piaccal párhuzamosan. Ez béta, ez konkrét szám szokott lenni, tehát amikor egy részvény arra azt mondja, hogy kettes a bétája, az S&P 500 képes, az azt jelenti, hogy a S&P 500 10%-ot megy föl, akkor ez a részvény 20-at jellemzően. Tehát, hogy na tessék. Igen, na most ez tök jó, és ez nagyon fontos része egy portfóliónak, legyen az intézményi vagy privát, de ezt valahogy ellensúlyoznod kell, nem korreláló hozamsorral, ami nem mozog ezzel együtt. Tehát ezt ti is tudjátok, olyan valami független bármelyik eszköztől. És a hedge fund spektrum erre nagyon jó, ha valóban hedge fund és valóban nem korrelál. Tehát az alfa az viszont a piacból kinyert, hozzáadott érték, ami független attól, hogy merre megy a piac. Hát nyilván tudjuk, abszolút hozam, hallottuk sokszor, de az az érdekes ebbe, és egyébként az amerikai hedge fund világban is nagyon sok, 2000-es évek elején robbant ez föl, ha jól emlékszem, a számuk, hogy nagyon sok olyan béta stratégia belecsomagolva hedge fundként, elszedték a 220 díjstruktúrát. 2% fix díj és 20%-os sikerdíj. Igen, de alapvetően nem adta azt hozzá a portfólióhoz, amit kellett volna. Mert esett az S&P 10%-ot, a hedge fund esett 8%-ot. Ergo nem igazából azt kaptam, amit vettem. És ez nagyon fontos erre rámutatni, hogy nyilván Magyarországon nincs egy hedge fund. Hogy ne lenne? Hát mi itt hedge fund menedzserek vagyunk ebben a podcastben. De egyébként ez, amit mondasz, csak ugye itt is megjelenik, tehát mondjuk itt van az én alapom, a Hold Expedíció, ami kinyilvánítottan egy olyan alap, hogy 20-80% között van a részvényarány. Tehát ez már nem felelne meg a te leírásodnak, hiszen ez nem korrelál a, mondjuk most az S&P-vel éppen nem, de mondjuk legyen egy európai részvény, de ugye korrelálni fog nyilván egy európai részvényindexsel. Meg kell nézni, így van. Hiszen hogy... ugye persze ez lehet korrekt, mert ha felvállalod és azt mondod, hogy ezt adod, akkor ezt eldözheti az ügyfél, aki beletesz pénzt, hogy úgy van-e. De ugye te azt mondod, hogy te most egy olyan dolgot írtál le, ahol ez a nem korrelálás, ez nagyon fontos. Igen, abszolút. Tehát, hogy igen, itthon nincsenek hedge fundok, de mégis az abszolút hozamú szegmens az erre akar hajazni. Most teljesen más a jogi struktúra, meg a likviditás, meg a tőkeáttét korlátok azért mások, mint egy a hedge fund durvább. Amerikában igen. Nagyon a törvényi limit az nagyon laza, ugye? Tehát, hogy ott nem... Lazább, igen. De... Igen, meg nagy része BVI-ra, Kajmára van kitéve, tehát azok eleve egy lazább, azt gondolnám, lazább
Még lazább. Az első mi volt, amit mondtál a Cayman előtt? BVI, a British Virgin Islands. Ja, ja, ja. Tehát, hogy BVI és Cayman, az, szerintem ott van a hedge fundok nagy része beegyezve. Tehát akkor nem is az amerikai szabályozás igazából az, hanem az, hogy ezt így... Na, de aki kezeli, az SEC alá tartozik. Tehát az aha, muszáj, aha. Hogy az ottani... Na, de akkor ők tudnak ilyet, hogy 300% short pozíció. De mi is tudunk? Tehát, nem, ilyet nem tudunk, mert be van. Minusz 200 és plusz 200 közé vagyok. Ezért mondtam, hogy ezért mondtam 300-at. De hogyha 300-at írtam volna, akkor szerintem tudnánk. Tehát szerintem az MNB-nél az átmegy, hogy minusz 300 plusz 300. Nem, van egy törvényi limit. Azt hiszem azért összesen, 200. meg 800, 200 van egy ilyen dupla. Abszolút bruttó, nem jó, tudom, 8. Okay. Tehát mindegy, tehát ez még nincs, az áll, le van korlátozva. Egyébként ez azért baj, mert hogyha például rövid kamat termékeket veszel fel pozíciót, ami mozog 5-10-20 bázispont, hogy a 20-at mozog, az már óriási, tehát a nagy pozit kell felvenni, és lefoglalja a helyet, és nem tudsz, pedig nincs risk, nincs olyan kockázat benne, de mégis foglalja helyet, és nem tudsz más nyitni. Szóval, de mindegy, befektető védelem. Ezt mondjuk el, miről van szó, csak hogy egy példát. Tehát ugye az van, hogy 100 forintba kerül a kötvény, még nem forintot kéne mondanom, hanem eurót, 100 euróba kerül a kötvény, és akkor az van, hogy gondoljunk bele, hogy most ugye sokszor arra fogad valaki, hogy mondjuk 2,5% lesz az éves hozam, vagy 2,6, vagy 2,4. És ugye ez nagyon-nagyon pici árfolyam mozgás, tehát ahhoz, hogy ebből érdemből tudjon nyerni, aki azt gondolja, hogy ennek tudja az irányát. De hogyha egyébként még nem is csak a pici árfolyamozgásra fogad, hanem arra, hogy 2,5 helyett 3, vagy 2,5 helyett 2, még az is ugye egy makrogazdaságilag nagy dolog, de valójában a kötvény árfolyamában csak nagyon kis változást eredményez, ezért kénytelen belőle nagyon nagy pozíciót verni, hogy ebből érdemben tudjon keresni. Persze akkor mindig ott a kockázat, hogy akkor ha rossz rá, akkor érdemben tud bukni is, de hogy itt nem ritka az, hogy több 100%-os pozíciót felvesz az ember, ha nagyon rövid kötvényről van szó. Így van, pontosan. És onnantól kezdve elfoglalt a helyet, nem tudsz más nyitni sokszor, tehát én velem előfordult már. Na, szóval visszatérve, és ez a lényeg, hogy ne korreláljon a hozamsor. Mert különben nincs értelme, mert ugyanabba a kosárba teszed a további tojásaidat. Tehát van ez a mondás, hogy ne tedd egy kosárba az összes tojást, diverzifikálj, stb. De maga az, hogy diverzifikálni is félre van értelmezve, mert tehát 60-40, az elején dobtam, ez a 60-40 portfólió, 60 részvény, 40 kötvény. Hát ez nominálisan, százalékosan persze tök jó, de hogyha almát almával hasonlítunk, akkor az nem 60-40, hanem 90-10. Most mondtam egy számot. Ugyanis, ezt nem bírom. Jaj, mondjad, azt hittem, hogy... Ugyanis, hogy miért mondom, ugyanis mindig legalábbis érdemes, azt gondolom, ugyanarra a kockázati szintre hozni minden terméket, és akkor tud almát almával összehasonlítani. Jaj. És akkor nyilván itt jön be ez a risk parity stratégia, ami megint csak elég csúnyán teljesít az utóbbi egy-két évben, ahol... Megint csak mondjuk... Igen. Szilárd baj... olyan fogalmat használ, ami nem triviális. Igen, az a baj, hogy nincs nagyon ennek magyar megfelelő risk parity-nek. Mondd el, hogy mi az, és akkor nem érdekel minket. Tehát, hogy ugyanarra a kockázati szintre hozol minden terméket, és úgy alokálsz, úgy... Tehát, oké, példa. Egy részvény, passzív, ETF, S&P-nek van éves szórása, mennyi? 12%, mindegy. Jó, egy kötvény allokációnak van 4. Majdnem a 4-szerese. Ergo, ha te 50-50-et allokálsz, akkor nem 50-50 az allokációd. Rizikó, kockázat. Mert kockázatban kell mérni az allokációt, pontosan. És nem vajon arányosan. Igen. Mint ahogy az előbb mondtuk a példát, hogy a rövid kötvény, ugye az nagyon nem kockázatos, abból nagyon sokat kell tenni ahhoz, hogy egy kicsit mozogjon. S&P 500-ból, ha ugyanannyit veszel, akkor az ugye sokkal nagyobb kockázat. Tehát akkor kockázatban mérni. Kockázattal súlyozni. Okay. Igen, abszolút. Na, szóval, és akkor visszatérhetek, nagyon fontos, hogy az a allokációd abszolút hozamba, vagy hedge fundba, az valóban hozza azt a hozzáadott értéket, amit keresel. Mert ha nem, akkor nap végén szarabb helyzetben vagy, mint előtte. És ezért nagyon fontos megnézni, hogy az valóban diverzifikál-e. Hát a holdnak alapvetően a core fókusza az a közép-keletre feltörekvő európai részvény, value részvények, és azon belül is az az aktívabb stock picking. Egyébként azt akarom mondani, hogy ha ezt az ilyen angolból fordított feltörekvő Európát használnánk itt a régiónkra, az mennyivel egy ilyen pozitívabb, büszkeségünk Central Eastern Europe, érted? Tehát egy feltörekvő Európa, ez annyival szebb szó, és a pénzügyben tényleg így hívják. Emerging Europe, ugye? Igen. Egyébként pici szelete nagyon a feltörekvő piacoknak sajnos, ezért is
nehezen kerülünk a térképre fel, ez csak így zárójelbe. De ez a stratégia, ez a value, ez alapvetően egy short volatilitás stratégia. Mit csinál a hold, mit csináltok? Modell alapján, értékeltség alapján minél nyomottabb az értékeltség, az annál nagyobb pozíciót, bizonyos limitek között, annál nagyobb pozíciót vállal a stratégia. Ahogy megyünk ezen a, szerintem ezt lehet rámpázni, megyünk ezen az értékeltségi rámpán föl le, a pozíció mérete úgy van csökkentve, növelve, stb. Ha egészen fölmegyünk, az értékeltség az átlag fölé kerül, akkor ott ki van szórva teljesen vagy nagy része. Ergo, ha beütik a piacot, az értékeltség nyilván romlik, amit, hogy bocsánat, attraktívabb lesz, ott alányul a stratégia. Szorzók romlanak, a paper-en mutatók, ugye ez az, hogy price per earnings. Igen, fent pedig, amikor kihúzzák a piacot, nyilván akkor javulnak, elad a stratégia. Ez short volatilitás. Ezzel szembeállítva egy CTA-t vagy globál makrót, ami pont az ellentét, mert long volatilitás stratégia, mit csinál? A momentumra, a kitörésekre, alapvetően a trendekre ugrik rá. És ez a kettő, a korreláció, amiről beszéltem, az nem csak hozamsor szintjén, hanem stratégia szintjén is érdekes és fontos. És ez nagyon jó komplementer a kettő. A value és a CTA-t globál makrot szétszedhetjük, hogy ez pontosan micsoda. Mondd el, hogy ez a CTA. Igen, a CTA, erre megint csak nem nagyon van magyar megfelelő, ez a Commodity Trading Advisor. Alapvetően ezek trendkövető, nagy része szisztematikus, statisztikai modelleken alapuló, trendkövető, határidős piacokon kötő stratégia. Semmi köze a commodity. Most mondd el, hogy mi az, hogy globál makro. De várj, nem, tehát semmi köze a commodity. Ugye eredetileg volt, és most már S&P 500 az nem commodity, mégis abban is trédelnek egy csomót, gondolom. Abban is van, igen, de azért alapvetően a liquid határidős termékekbe kötnek. És tehát az árupiac, FX, fémek, kamatok, benne van az a kamat, meg az FX, az nem commodity. Az nem. Na, tehát ezért mondom, hogy az eredeti commodity az valami, akkor még lehet egy olaj. Jó, tehát te a CTA-nek a mögöttes metodológiájára gondolsz, nem, és nem engem azt, ez mindig megzavar, a CTA-ben a commodity, mert igazából nem sok köze van a commodity-hez már, bár nyilván az is van köze. Na igen, mondd tovább. A globál makro az hasonló, csak ott cash termékek is vannak. Tehát... És mi ez a cash termék? Az a baj, itt nagyon sokat kell kérni. Nem baj, Szilárd, addig ütünk, amíg... A értelmet nem nyer a mondani. Kötvények például, tehát akkor egyedi részvények, van olyan globál makro, aki tart egyedi részvényt. De alapvetően azért a liquid határidős termékekben mozog globál makro. És valahol... Nagy részvényindexekben például. Nagy részvényindexekben. De árupiacba is, kamatokba, devizákba. A Palomar az abszolút fiókba tehető, mint globál makro. Egyedi részvényt nem tartok. Igen, egyedi részvényt nem tartok. Abszolút csak a liquid árupiac, FX, tehát devizák és kamattermékek. Nagy ritkán részvényindexek. De nincs egyedi részvény. Tehát, ahogy mondtad is, hogy miért nem tartok matávot, hát... Nem igen, értek hozzá. Ugye azzal magyaráztam a Szilárdnak, hogy kifejezetten hiba. Ugye itt van ez a hold alapkező, ami egy rohadt nagy szakértője ennek az univerzumnak. És de annyira, bocsánat, közbevágok, hogy dobogósak vagyunk nemzetközileg. Egyébként. És ennek ellenére nem épít rá a Szilárd. Tehát, hogy ez szerintem egyszerűen hiba. Tehát, hogy szerintem hiba. Szaraszélzes. Nem, hogy az alapodban nem hát mondod persze, azt. Persze, mert nem akar korrel alapot. Hát, ott a pont. Miről beszél eddig a Szilárd? De Zsolt, ezt te is érted, ezzel te nem foglalkozol ezzel a dimenzióval, de ez egy nagyon fontos dimenzió, a Dani is így allokál, így van. Gyerekek, szégyellem magam, ezért 35% van a hozamom. Hogy jött ide a te hozamod? Senki nem akar most erről beszélni. De hogy ne jönne ide a hozam, mert lehet? Tehát erről beszélek, hogy mások megközelítések. Azt mondod, hogy cél, az a cél, hogy korreláljon, vagy ne korreláljon, vagy az a cél, hogy hozamod legyen, vagy ne. Más, így van, de téged, te arra lettél megkérve, meg az lett megbeszélve, hogy te használod a csapatnak a fundamentális tudását, és te magad időzítesz, meg súlyozol. Te ebben teremtesz utóbbiakban értéket, ha értéket teremtesz. Nagyon ügyes vagy az elmúlt két évben, ezúton is gratulálok tényleg, mert ebben értéket tudtál teremteni, mert ezt ügyesen csináltad. Majd 5 éves távon is megnézzük. Na és akkor az van, hogy a Szilárd meg azt mondja, akkor és a holdalapkezelőnek ilyen alapjainak is kell, meg ilyen tudásának is kell lennie, ami nem pont ugyanarra a fundamentális stratégiára épít. És ezt testesíti meg a Szilárd, aki valami teljesen más csinál. A te alapod
korrelál a többi alappal jobban, mint a szilárd alap. Ez világos. Az egy ténykérdés, most ha 2 évre nézzük, de majd ezt is megnézzük 5 éves távon, amikor lehet értékelni. Igen, tehát az is fontos, hogy korrelál-e a házon belüli alapok egymással, meg az is, hogy a külső eszközosztályokkal korrelálsz-e. És hát nyilván belső házon belül... És azon belül számít, hogy mekkora a szórás. Tehát az a hold alapkezelőnek, ha tud valaki egy ugyanolyan alapot, mint a Zsolté, mondjuk hozamban értem az ugyanolyat, de minden másban, közben nem korrelál a holdnak a dolgaival, közben nagyon alacsony a szórása, az akkor egy értékesebb alap, akkor is, ha ugyanannyi egyébként a hozama. Világos. Ámen. Na, Szilárd, kérlek, hol járunk? Igen, globál... megyünk bele. CTA Global Makro megold. CTA Global Makro. Na igen, és jellemzően ezek a stratégiák, long volatilitás, ott tartottunk. Várjál, long volatilitás, az azt jelenti, hogy a volatilitás nő, az azt jelenti, hogy a kockázat nő. Például, mikor esésben, S&P 500 esik, akkor nő a volatilitás index. A long volatilitás... Igen, tehát ne szó szerint, és úgy long volatilitás, hogy a kitöréseket veszi meg jellemzően, és trendet követ. Tehát amikor trendet követsz, akkor te long volatilitás vagy. Természetesen, hogyha beleadsz, akkor short volatilitás vagy. Hát, jó. Zsolt még dolgozza fel az infót. Most visszakanyarodva a value-hoz, az egy átlaghoz visszahúzó stratégia. Tehát, hogy igen, van egy átlag értékeltséged, és ahogy mondtam, alul-fölül transzaktálsz. Tehát már azt mondjuk, hogy ha valami kurva olcsó, akkor az vissza fog menni egy normális árszintre, és ha valami nagyon drága, akkor az is vissza fog menni egy normális árszintre. Na, ezzel szemben viszont egy long volatilitás, egy globál makro, egy trendkövető megveszi a kitörést, nyilván valamilyen stratégia alapján, tehát ez lehet egy szisztematikus statisztikai modellek hálója, vagy fundamentális alapon, mint ahogy én is csinálom, a árupiac egy tök jó példa, kereslet-kínálat, egyensúlytalanság. Én egy bizonyos konklúzióra eljutok, vagy akármilyen globál makro menedzser, a piac meg azt árazza, hogy annak a gyapotnak nem ott kéne lennie. Ott van egy alfa lehetőség, amit te bizonyos hozam-kockázat viszonyok mellett megjátszol, és ügyes vagy, jól eltaláltad, akkor te alfát kiszedtél a piacból. De ezzel párhuzamosan te long volatilitás voltál, mert trendkövető voltál, azt a kitörést azt megvetted, és amikor már, most figyelj, amikor már azt gondolod, hogy az az ár, az megegyezik a fundamentumokkal, te még nem szállsz ki, követed a trendet. És akkor nyilván ezt lehet itt ezt színezni, hogy milyen íz, meg milyen árnyalatok. Van, aki igen, de alapvetően jellemzően trendkövető ez a szegmense a hedge fund. És akkor meg ezen belül, a globál makron belül van szisztematikus, meg diszkrecionális. Egyébként Viktorunk is nagyjából ide. Megint meg kell állni, még miért Viktor, hogy szisztematikus, diszkrecionális. Diszkrecionális, te hozod a döntéseket. Van egy portfóliókezelő, te diszkréciót, hogy adsz vagy veszel, akármilyen stratégia alapján. Szisztematikus, mint egy Bridgewater, az kvantitatív modellek alapján hoz döntést, nincs portfóliókezelés, nincs egyéni döntés. A modellt baszogatják esetleg, ha nem tetszik nekik. Igen, hát bizonyos paraméterek között próbálják tartani. Ha kicsúszik, akkor nyilván újra tervez, de alapvetően nem portfóliókezelők ülnek. Nincs is olyan, hogy te adsz-veszel, van egy trading, ami alapvetően csak végrehajt, tehát megkapja a ticketet, vennem kell, emlékszem, mit tudom, akkor megkaptam 5-6 nevet, mit kell fölhívnom, 2 perces ablakba, és végre kell hajtani. És ennyi. Tehát ott a trading az, egyébként azt hiszem nálunk is, hogy ugye, ha jól tudom, az végrehajtás alapvetően. És van a research, a kutatás elemzés, elemzők rakják össze az összefüggéseket, amiből majd alfa szeletek lesznek, és ebből rakják össze azt a portfóliót, amit utána végrehajtanak teljesen szisztematikusan. Tehát nincs egyedi, tehát a Ray Dalio az nem hoz befektetési döntést, hogy most én úgy gondolom, hogy fú, de jó néz ki ez a német hosszú kötvény, és megveszem. De valamiről okoskodnak? Tehát azért valamiről okoskodnak? És persze. Miről? Hát alapvetően a modelleket, azokat folyamatosan azért szemmel kell tartani, kutatásfejlesztés mindig van új területen, és ez nincs kimondva, de azért bele-bele nyúlkálnak szerintem. Azért hozzáteszem, én 20 éve voltam ott, akkor kicsi volt. Tehát kicsi, 80-100-an voltunk,
most 1500-1600 ember dolgozik ott. A kisebb. Akkor volt, ez... akkora volt, mint a Hold most. Igen. Igen. Na és akkor most menjünk a bulvár irányba. Nem, milyen, nem milyen ember volt? Ja, jó, oké. Ez Ray Dalio. Van egy érdekes sztorim, ezt akartam mondani. Hát nagyon impulzív, rettentően értelmes, okos, tehát nem kérdés, de hogy szerintem tavasz volt, vagy ősz, és hát ő az a típus, hogy ő nagyon oda teszi magát, tehát mindkét végét égette a szivarnak nagyon sokáig. Melyen, New Yorkban vagyunk? Connecticut. Igen, Bridgewaternek ez az irodája, ez egy erdő közepén volt, eldugott kis Westport, térképen is alig van rajta. Jó. Na mindegy. És az iroda körül van egy patak, egy része folyó, tehát egy ilyen dzsindzsás, és egyik délután írt egy e-mailt az egész cégnek, hogy 4-kor, aki érzi magába a cheat, az jöjjön le, és a Bridgewater Scrumot megtartjuk. És mi a túró ez? Van ez a patak, ez a folyó, egy verseny szervezett, de mondom, tehát egy, és lement, nem tudom, 80-an, 100-an, de lementek 30-an, 40-en. Felőtt. Én nem. Mi az, hogy nem? Miért nem? Most tudtál volna mesélni, egy életen keresztül ezt mesélni volna. Azt utálom, ezt most várjál hozzáteszem, amikor a Holdban szervezünk programokat, és emberek nem jönnek el, nem értem, hogy már megint hazamennek a családhoz, és minden, azt csinálják, mint minden nap. Hát miért nem jönnek a Hold Scrumre? Na mondjad. Na, és az volt a lényege, hogy körbe kellett, nem tudom, ez egy biatlon volt, mert futás-úszás volt. De úgy képzeljétek el, hogy igazi dzsuvába, dzsindzsába, össze-vissza, van, aki a bokáját törte, van, össze-vissza vagdosták magukat, és körbe ment ez a verseny. Túlélő verseny. Kb. Ilyesmi. És azóta minden évben megtartják, én meg az ablakból néztem, ezek a hülyék, mit csinálnak? Ez a mentalitás, amire nincs szükség. Ott kell testestül, lelkestül. És akkor minden évben, én azt hiszem, hogy most is tartják, Bridgewater Annual Scrum. Tehát, na mindegy. Most 1400-an ott... Remélem. 1500, nem, sokan vannak nagyon. Tehát, és ott vannak, de az egy város, remélem, Connecticut. Állam, de hát azt hiszem most a 2-3 iroda van, tehát óriási. Ja, hát mégis ők maguk. Akkor még nem volt, tehát a PR-t nem csinált semmi, nem is, tehát nagyon csendesen kezelte a mandátumokat a Bridgewater. Tehát ők alapvetően úgy kerültek fel a térképre, hogy azt hiszem talán Világbank, vagy az IMF volt az első mandátum, a deviza kitettségüket kezdték el kezelni opportunista módon, és ott, ami alfát tudta generálni, annak egy bizonyos díját eltették. És akkor ott utána jött a Bill Mahoney, ő volt a marketing gurúja cégnek, és az infláció indexált kötvényeknek volt nagy tudora a cég, és ott nagyon elindult a Bridgewater, tehát az FX, a deviza, és az inflációindexált kötvények menedzselése. És utána jött, erre épült rá az alfa stratégia, ez az úgynevezett pure alfa, és hát nyilván 220 vagy 40-50 bázispont díjak, nem mindegy, csak abban kezdték átterelni az ügyfelek a 220-as pure alfába. És... Ugye a Bridgewater, Ray Dalio, ő a radikális transzparencia izéje, és ez, tehát a Holdban is ugye Boton vezette ezt be, hogy nálunk is egy radikális transzparencia. Mi az? Például az, hogy itt a CEO, meg a legmagasabb hozamú alapkezelője egymást hülyézi a izében, meg hogy bármiről beszélünk, meg hogy egy ilyen izében, na ez nálunk a radikális transzparencia például. Mondjál valamit elő, hogy azt láttad te már ott, vagy milyen? Persze, egyébként sok, tehát egy kulturálisan van sok párhuzam, tehát mindkét, tehát a Hold is, Bridgewater is lapos struktúra. Tehát amit akartál mondani, ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mert a kreativitás csak úgy tud igazán kijönni, hogyha lapos a struktúra. Tehát a bürokratikus, bekopogtatok, szabad-e, lehet-e esetleg, ez szerintem nem működik. De igen, egyébként szerintem ez kicsit extrémmé válhatott az utóbbi 5-10 évben, vagy nem tudom, 10 évben, de akkor is volt egy nagyon érdekes dolog, ami hasznos volt, de hogyha nem úgy vagy bekötve, akkor nagyon nem tetszett. Mire gondolok? Hibáztál, mindenki hibázik, dolgozik. Volt egy ilyen úgynevezett error log, tehát egy hibalog.
rendszer, amiben, figyelj, be kellett írni, volt, mit tudom én, 5-6 mező, mi volt a hiba, mit csináltál, hogyan kellett volna máshogy, mi a javaslatod a javításra. Ment be az adatbázisba, kielemezték, és ami rendszerszerű hiba volt, és azt ki kellett javítani, de hogy sokan ezt úgy értelmezték, hogy a saját privát szféráját, tehát hogy olyan nem jó, hogy miért kéne ezt nekem beírogatnom. Miért mondanám el másnak, hogy hibáztam? Hát azt el akarom titkolni. Ez normális, így van. Mármint, hogy ez annyira szar. Hát de nem könnyű a nyíltan a hibákról beszélni. Így van. És legtöbb ember... Ne nézz így. De nézek így. Hát hogy ne? Hát itt a matáv. Hát hogy mindenki hányszor izélek. Hát szerintem nagyon mindegy. Na és az volt a lényege... Most, vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk 2 évig az ember bukik folyamatosan, és akkor már máshogy éli meg, mintha most egy fölfele menő időszakban van egy, ami nem nyert. De nem fogok... Nem fogom azt mondani, hogy ne beszéljünk róla, hanem akkor azt mondom, hogy jó, most mit tudunk erről beszélni, ilyen szopok. Tehát az van, de nem azt mondom, hogy ne beszéljünk róla, nem titkoljuk el. Tehát nem is az, hogy titkoljuk el, ő is csak azt mondja, nem akarok beszélni róla, csak még be is kell írni, még ott valami emberek ott azt nézegetik. Hát, és ki is volt elemezve, és ami, de egyébként tök jó dolog, ami szisztematikus hiba, azt meg így ki lehet javítani ezzel. És tovább lépsz. Igen. Hát sokkal hatékonyabb tudsz lenni. És ha ezt túl tudsz lépni ezen az ego kérdésen, hogy most én hibáztam egyszer, kétszer, háromszor, és nem arra fókuszálsz, hogy én hibáztam, hanem... És hogy akkor kevesebb vagyok. Tehát ez a hülyeség, hogy... Hát nehéz ezt megugrani. Jó, nem nehéz, mert egyébként, most mondom, mennyi köcsög leszek. Tehát hogyha jobban átgondolod, akkor ez a hibák 90%-a szisztematikus hiba lesz, mert miért? Mert beengedted az érzelmeket. Tehát, hogy az a szisztémád, hogy az érzelmeket mindenből kizárod, és a hibáidból is, tehát hibáztam, és nem kötök hozzá érzelmet. Azért hibáztam, mert mit tudom én, bármiért hibáztam, és ha nem raksz mögé érzelmet, hogy nem akarok róla beszélni, akkor rögtön ez lesz, amit a Szilárd mond, hogy a hibák jó nagy részét pikpak ki lehet javítani, mert nem raksz hozzá érzelmet. Nem azt mondom, nem az a implicit ötletem, hogy jaj, hibáztam, tehát kevesebb ember lettem, mert ez az érzelmi megközelítés. Hanem azt mondom, hogy jaj, hibáztam, nézzük meg, hogy lehet javítani rajta. Ez meg a racionális megközelítés. Na. De mondjuk mondok egyet, ennél sokkal mélyebb tud lenni, mondjuk az a baj ott, hogy mondjuk fundamentális elemző vagy, és hogy azt látod, hogy csinálsz valami, de te beleszerettél ebbe, azt hiszed, hogy jó. Voltak benne sikerek, és most ugyanezzel a módszertan elkezd bukni. Ez nem ilyen egyszerű, Zsolt, hogy ez egy hiba. Mit adsz föl azzal, tehát mit adsz föl, ha elfogadod, hogy ez hiba? Egy csomó mindent az ember, akkor fel kell, hogy adjon, ami rohadt nehéz. Fel kell adni mondjuk egy stratégiát. De nem ilyen egyszerű. Fel kell adni, amiről 2 évig magyaráztam mindenkinek, hogy tök jó. 2 évig, amit magyaráztam magamnak, hogy és magamnak, ez a legfontosabb, hogy magamnak magyaráztam. Tehát azért nem olyan... Ezek mögött mindig érzelmek vannak. Hiba. De tényleg, persze, de tényleg, tudod az egész. De Balázs, a világ nem értelmezhető amikor, érzelmek nélkül, Zsolt, az emberek világa. Amikor ezt mondod, akkor mindig azt látom, hogy mekkora előny, ha lemondasz ezekről az érzelmi szarságokról. Neked sem. Nem így működik, hogy lemondtam. Nem 100%-ban mondasz le. Minél nagyobb arányban mondasz le, annál sikeresebb leszel. Te is döntesz valahogy. Arról vannak érzelmei. De nem kell magyarázni, nekem is, engem is befolyásolnak az érzelmek, tudom. Köszönöm. Arra koncentrálok, hogy minél kevésbé. És azt találom a hibámnak, amikor észreveszem, hogy az érzelmek befolyásoltak. Lehet, hogy a stratégiával kapcsolatos példa nem jó példa, mert az egy... Tehát igen... Itt inkább a folyamatok, tehát egy cégemberi folyamatok, adminisztráció, operáció, arra gondoljatok inkább. Ja, akkor én felértettem. De hát igen, tehát a stratégia azért az, a te stratégiád is, azért az, ahogy ők is hívták, ezek az összefüggések, ezek idétlen időkig, tehát ez timeless és universal, ahogy mondják. Tehát az, hogy te elemzel egy céget, és az alulértékelt, vagy felülértékelt, az azért fehér és fekete. Az nem fog változni. A kérdés mindig az, hogy mennyi idő, mire ezt a piac is abszolválja, nem? Hát közben azért elromolt a világ abba az irányba, hogy nem lesz igazam. Tehát azért ez nem igaz, hogy... Az elv univerzális, a gyakorlat meg nehéz, akkor inkább így mondom. Igen. Na jó, és akkor Bridgewaterbe beírtál egy csönet, hogy működik így rosszul akkor a cégben, meg a te területeden. Igen, és akárhányszor hibáztál, persze. És valahogy szerintem, és Amerikában ezt még könnyebb elfogadni. Szerintem a Kelet-Európában a szempontból sokkal rosszabb, én azt hiszem. Erre mondj valamit. Valószínű. Én ebben majdnem biztos vagyok. Valószínű. Igen, egyébként igen. Tehát
Igen, az ego az, de az, igen, az ego ott is az ego a probléma. És a mi szakmánkban is az ego a probléma. Nem csak az egóról van itt szó szerintem. Ez nem csak, az ego a probléma egy része. Az például, hogy mi a hiba kezelési struktúra, hogy becsöpörjük a szőnyeg alá, az szerintem inkább kellett. Hát azért rúgtak ki ember, tehát az nem oké. Okay. És pont ez a probléma, hogy tehát hibázni mindenki, aki dolgozik, hibázik, de amikor elkezded sumákolni, az nem oké. Okay. Igen. És van, aki rendszerszerűen sumákolt neki. Most ez a Bridgewater. Neki. De hát... Normális cégekben szerintem ez kell, hogy történjen. Tehát sumákolások ez a sumákolás, szerintem ez Kelet-Európában egy inkább... Kulturális? Igen, inkább kulturális dolog. Hát ez ebben nem... Nehéz, jó, nehéz, de valahogy... De egyetértek a Szilárddal, mi is így dolgozunk a Holdban. Nem tudom. Hogy... Hát úgy, hogy most tartottam két hét egy prezentációt, ahol felolvastam a Holdnak a, én szerintem a Hold elveit. Másképp volt megfogalmazva, de lényegében ez is benne volt. Szebben volt. Igen. Ez a radikális transzparencia egyébként sokat segít abban, hogyha elkezdjük, hogy csak én elkezdek beszélni egy csomó mindenről, amiről más azt mondja, hogy jó, hát ezek nem lehet beszélni, és akkor följebb jönne. Tehát följebb jön ez a kulturális dolog, hogy akkor jó, akkor már a 30%-áról már merek beszélni. Tehát, hogy lehet ezen javítani. Ez akkor kezdődött, azóta ezért sokkal extrémebb lett. Na igen, erről most sem mondtad, hogy elment extrém irányba a Bridgewater szerintem. Hát a legtöbb kollégám, barátom, aki ott dolgozott, eljött, 2-3-mal tartok kapcsolatot, aki ott van. Tehát ez elment ez egy kis ilyen stázi irányba. Tehát, hogy mindent megfigyelnek, mindent tudnak. Kicsit lehet, hogy sok. Aha. De azért őket igazolja, azt gondolom, sok minden. Tehát az biztos, hogy ez a folyamatos fejlődésnek elengedhetetlen része, csak ahogy Balázs is mondja, emberek vagyunk, érzelmek mindig benne vannak döntéseinkben, nem biztos, hogy jó mindig ezt kizárni. De, az biztos. Na jó. Ez egy filozófikus vita, amit én megmondtam, úgyhogy lépjünk tovább. Nem akartad neked, Szilárd, és te mit csinálsz az alapodban? Mert most a stratégia a kérdés. Globál makro, amit mondtam, alapvetően árupiaci fókusz, alternatív termékek fókusza, azon belül árupiac, devizák, kamattermékek, rövid, hosszú kamatok, fundamentális elemzéssel, technikai párosítással, hosszú long volatilitás stratégia. Most már mindenkinek tudnia kell ezeket a fogalmakat, amik itt elhangzottak, hogy nekem azt tekerje vissza még egyszer. Alapvetően igen, ennyi röviden, hogy... Na, hát ugye, akkor végre. Ez egy igazi nem ánkorrelálatlan, hogy így mondjuk. Az a cél, igen, ne korreláljon. Na, akkor van még valami, vagy levezethetünk? Érdekes sztori, hogy én hogy kezdtem. Én mondtam, hogy hozzád, Szilárd, nagyon helyes. Megcsinálta a házi feladatát, Szilárd, mondjad. Én Los Angelesbe kezdtem egy hát devizapiacon aktív brókercég, vagyonkezelő, nem is tudom, hogy van egy nevük, Bucket Shop. Nem tudom, tudod, hogy mit jelent ez? A bucket listet tudom mi. Igen. Azért hívják Bucket Shopnak ezeket, mert az ordereket, amiket kapnak, ezeket nem viszik ki a piacra. Beállnak mögé. Tehát ez egy elég shady business. De megmondják, hogy nem viszik ki a piacra, vagy nem mondják? Persze, hogy nem. De ezt most magyarázd el megint, igen, csak, hogy... Tehát egyébként nagyon sok brókercégnek, ilyen online brókercégnek ott van az apró betűbe, hogy ő úgy is végrehajthatja a te kötéseidet, hogy ő beáll a másik oldalra. Miért? Ugyanis tudjuk, hogy 10-ből 9 spekuláns, az nettó befizető a piacon. Ja, ez mint a kaszinó, tudod, hogy úgy is szopni jönnek az emberek. Igen, hát nyilvánvalóan ez erkölcsileg morálisan nem oké, de azért ez elég sok, az nem tudom, azért előfordul. Na mindegy, ilyen helyen kezdtem, utólag derülnek ki ezek, de hogy elmondom, hogy devizapiac, friss egyetemista, első munkahely, és akkor egy pár hónap után kezdett derengeni, hát itt nem minden kóser, és... Tehát akkor röviden kérte az ügyfél, hogy kössetek meg valamit, de nem kötöttétek meg, mert úgyis elbukja a pénzt. Megkötött? Minden. Hát az ügyfélnek felé megkötötték. Szerencsére nem kezeltem ügyfélpénzt. Aha, én elemző voltam, és a saját pénzemet
buktam el az összeset a devizapiacon. A devizapiacon triviálisnak tűnik egyébként. De az független volt attól, hogy séri volt a cég, vagy nem? Ha persze, igen, ez két tanulság van. Az egyik az, hogy... becsületesen buktad el a pénzed. Igen, igen. Tehát az egyik tanulság az, hogy el kell bukni mindenkinek a vagyonának egy jelentős részét minél korábban szerintem, hogy megtanulja a kockázatkezelést, meg a pozíciómenedzsmentet. Mert tudjátok, azért a devizapiac pont egy olyan piac, ami olyan triviálisnak tűnik mindenkinek, nem? Tehát itthon is eurót venni, eladni. Nem, de várjál. 400-on izé veszik. Igen. Forintot a 370. Igen, nem lett olyan nehéz. Közben egyik legkomplexebb termék, mert hat rá minden. A részvénypiac, a részvényflow, kötvényflow, nemzeti számlák, minden. Háborúk. Egy komplex termék, ami akkor termék nem, de maga abból alfát kivenni azért nem egyszerű, és hát sikerült is elbukni az összes megtakarításomat, még az automat is el kellett adni, egy roncsot venni, de mindegy, ez szerintem veled is előfordult, Viktorral is tudom, gondolom Lacival is, tehát hogy ez csak fontos, hogy ez korán történik. Minden tökös hedge fund manager elbukta egyszer a vagyonát, igen? Na de a sztori ez egyik tanulság, a másik az, hogy ez a cég ez olyan volt, mint a Wall Street farkasába, DiCaprio beült abba a bevásárlóközpont aljába lévő... Emlékszem, igen. Na, egy az egybe, ugyanaz volt, csak devizapiacon, nem ilyen penny stockokkal kereskedtek. Tehát ha itt az ügyfelet, na most a Deutsche Mark az kurva jó lesz. Kb. Szörnyű volt. És akkor nyilvánvalóan gyorsan kiderült, hogy nagyon rossz helyen vagyok. Elkezdtem kérdezni kérdéseket, amiket nem kellett volna, és akkor elváltak útjaink. De hát azért láttam egy-két érdekes dolgot ott. Hát, na, ez a DiCaprio-s múlt. Jó, mert akkor lettél röplabdázóból befektető. Igen, hát elvégeztem a sulit, visszamentem, mert én röplabdáztam egy kicsit, és utána és első munkahely. És... Nem tudtad, hogy hova mész. És onnan mentél Régálióhoz. És utána Mennyország, tehát ehhez képest... Na mindegy, ez egy jó beugró volt egyébként. El is buktad a pénzedet, meg láttad, hogy ez a shady business, ez hogy is működik. Én szerintem a végére értünk, úgyhogy ide rakjuk egy Mark Twain idézetet, mert tőle gyűjtök néha, mert ezek jókat mond, és az jól idevág az érzelmi ízénket. Könnyebb becsapni embereket, to fool people, mint meggyőzni őket, hogy belettek csapva. Na, érted? Lassú volt még egyszer, meg közben fogom. Könnyebb bolondá tenni embereket, mint elmagyarázni nekik, hogy bolondá lettek téve. Mert azt nem szeretik elfogadni. A másikat meg szeretik. Meg gondolkodni kell, hogy miért? Nem, hát mert a hibázás belátása, akarom mondani. Azt nem akarják belátni, hogy hülyeséget csináltak, inkább jobban szeretik, ha hülyéké teszik őket. Na, Mark Twain is. Ez a mi szakmánkban is találkozunk ezzel. Így tehát, van, hogy az ego. Vagy annyira rugalmas, hogy elengeded az előző elképzelésedet. Így van. Na, mindenki ereszel az érzelmeit a fontos döntésekből. Balázs nem tudja, mert ő ember. Na, köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.